Na, sziasztok! Szóval nagyon fontos, hogy tudjatok járni. Ne térj ki, tehát ne legyél túl kedves. Tehát egy férfi, nem attól lesz férfi, hogy túl kedves, tehát célom van, és nem tér ki, bármi jön. Lehet tolókocsi, babakocsi, tök mindegy mi. Akkor is, jó? Na, kezdjük, nézzük meg ezt a sétát. Amivel mi most foglalkozunk, az egy olyan eset, ami akár a jövőben meg is történhet, ugyanis bomba hatástalanítás lesz majd itt a Morning Show-ban. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy építkezéseken különböző második világháborús bombákat találnak, azt próbáljuk majd modellezni, hogy mi lenne, ha mi építkeznénk a kertünk, házunk végében, és találnánk... Simán előfordulat. Igen, egy második világháborús bombát. Sajnos az, ami az amerikai filmekben van, hogy piros vezeték, narancssárga vezeték, zöld vezeték, kék vezeték, az ritkábban fordul elő Magyarországon. Minden esetre mi kipróbáljuk, hogyha előveszünk egy olyan bombát, amiről nem tudjuk, hogy milyen, benyúlunk egy zsákba, kivesszük. Megpróbáljuk leírni, akkor mit mond a szakember telefonon keresztül, hogy mi ezt hogy hatástalanítsuk. Nyilván ez nem egy életszerű helyzet, nyilván humorizálunk, nyilván sokszor elmondjuk majd, hogyha valaki ilyet talál, ne a Morning Show-ban hallottakra támaszkodva, próbálja hatástalanítani, igen. Mit mondott a Balázs? Kopogtass meg a végét. Igen, mi volt a Baliéknál? Egy héttel ezelőtt? Józsi, gyere már ide, mi ez itt, nézd már meg. Szóval ezt így ne. Viszont megnézzük, mégiscsak azért egy vidám ébresztő műsor vagyunk, hogy mi lenne, ha találnánk mondjuk egy orosz repeszgránátot. Igen. Hogy írjuk le, hogy festjük le, mit tudunk vele csinálni? Hát én a biztonság kedvéért mindenképpen átvinném hozzátok nektek, nagy kicsit nagyobb a telketek, mint a miénk, és ott akkor nyilván ott a kár is mondjuk ezért kisebb lenne, meg elsősorban ugye nem a mi ingosságainkban következik. Nem, ez a esemény. A hozzánk áthoznád a kert, az úgy néznek, hogy, hogy felrobbannál vele az 51-es villamoson. De nem az korrekt. Bam! És ez a villamos az korrekt, mert ők is elszállítják, tehát nem a helyszínen robbantanak, érted? Tehát hát a Jani jó gondolkozik, hogy átviszi egy nagyobb területre. Bizony. Ez nagyon jó gondolkodás, igen. Hát ilyet találsz, fog meg, vidd át a szomszédot. Ahol nagyobb hely, add robbanjanak. Kérd meg fel, itt vigyél át hozzá. Igen. Gyerekek, hogy kell a honvédségnek megbánnia, hogy elengedte hozzánk Vörös Mihály főhadnagyot című rovatunkat hallják? Hát már, ha valaki hallja egy szaktekintélye a műsor, már így fogja fejlődni. Misi, miért vállaltam? Miért adtuk oda az emberünket? Na ezután hogy fog nyilatkozni majd komoly médiumoknak? Arra kell gondolni, hogy a honvédséget is, meg a honvédelmi minisztériumot egy kicsit közelebb hozzuk az átlag hallgatóhoz. Próbálom menteni a következő 20 percet, mert hogy azért itt nagyon sok komoly dologról nem lesz szó, de mégis próbálkozunk. Vörös Mihály főhadnagy, erőt, egészséget! Köszöntelek titeket, örülök, hogy újra itt lehetek köztetek, és hallgathatom ezt a reggeli felemelő csevejt. Igen, hát nyilván ti ezt kicsit máshogy gondoljátok, meg nyilván ti nem így gondoltok egy bombára, mi azért a félig meddig komoly dolgokat próbáljuk szórakoztatóvá és fogyaszthatóvá tenni. 20 percig tudnánk egy orosz repeszgránátról komolyan beszélgetni, csak 3 perc után elkapcsolnának. Próbálok finoman megágyazni magunknak, hogy mire készüljél itt a következő negyed órában. Valószínű, hogy maga az a szakanyag, amit mi tanulunk, mi beszélgetünk róla, az teljesen száraz és érthetetlen egy civilnek a szemszögéből. Hát igazából ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk ezeket szállítani és szerelni, mint vagy ahogy az előbb a villamoson berakni egy hátizsákba és elvinni egy másik területre, mi igazából ilyenekre nem vállalkozunk, és nem is javaslom senkinek, hogy ezt megpróbálja. De azért viszont, halljuk, hogy ilyesmi előszokott fordulni. Viszont előszokott fordulni, ugyanis nekünk is van olyan terület, van olyan esetlegesen Batthyány térkelős közepe, ahol nem igazán örülnének neki az emberek, hogyha lerobbantanánk a fél kerületet, ezért megpróbáljuk olyan biztonságos állapotba hozni, hogy át lehet vinni a Kossuth térre. És el lehet vinni egy olyan területre. Hey, ez igaz. El lehet vinni egy olyan területre, ahol igazából már a robbanásnak a káros hatásai nem fogják se a környezetet, se pedig az állampolgárokat. Biztos jó embert hívtunk, egy búvár van a mellkasán, csak szólok. Nézd. Milyen meg? Búvár? Hát egy búvár. Egy búvár. Hát te nem robbant, azt te búvárkot. Víz alatt robban. Lehet, hogy víz alá viszitek. Balázsnak igaza van, tehát nagyon sok esetben van olyan, hogy nem szárazföldön találunk eszközöket, hanem hajózási útvonalon, hídlábánál. Hoztam is egy olyan gyújtószerkezetet, amit az északi összekötő híd lábánál az egyik 250 kilós bombából szereltünk ki. Ezt tudjuk, a Ferje vele próbált rágyújtani az előbb éppen egy cigarettát. Működött. Kicsit kormos az arcom. Az igaz, hogy ti azt mondjátok, hogy minden tűzszerésznek megvan a maga bombája, és vagy találkozik vele, vagy nem. Tehát, hogy ez köztetek egy ilyen tulajdonképpen kimondott, vagy ki nem mondott dolog.
Így gondoltok ti a szakmátokra, hogy mindenkinek megvan a nagy? Igen, mert igazából bármennyire is képzi magát az ember, bármennyire foglalkozik a dolgokkal, több százezer olyan eszköz van, amivel találkozhat egy tűzszerész élete folyamán. Megpróbál mindig a legjobb szaktudása szerint, legjobb érzékével hozzáállni ezekhez az eszközökhez. Hát sajnos előfordulnak azok az esetek, amikor sajnos a szerencse se segít. De ezt tudod, hogy melyik a te bombád? Nem. Vagy azt nem is lehet nem, tudni? Az nem is feltétlenül nagy bomba. Ez nem feltétlenül nagy, tehát lehet egy 82 mm-es aknavetőgránát, amit majd fogtok látni, vagy akár egy kisebb lőszer is, ami esetlegesen rossz gyártási folyamat közben, vagy pedig olyan sérülés miatt, ami úgymond nem látható kívülről, el fog működni. Ezért is hordunk állandóan védőfelszerelést, próbáljuk úgymond minimalizálni a robbanás és a lőszereknek a káros hatásait, hát van olyan sajnos, amikor már ez se segít. Ja, de ne a tragédiákról beszéljünk inkább, hanem a jó dolgokról. Már úgy jó dolgokról, hogy például ilyen játékot, mint amit mi most játék idézőjelesen mondom, amit mi fogunk most játszani, hogy húzz egyet, és tudod-e hatástalanítani, ezt nálatok játsszák? Igen, tehát többszintű a tűzszerész oktatási rendszerünk, ezt az első és másodosztálynál szoktuk eljátszani, hogy van egy adott lőszer, vagy húz egyet az illető, vagy leveszünk egyet a polcról. Oda rakjuk elé. Például az a saját esetemben, amikor másodosztályra vizsgáztam, akkor volt egy adott lőszer, egy 45 mm-es repeszgránát, kirakták az asztalra, jó, akkor ez a környezet, amit körülötted látsz, egy tanterem, mit csinálsz? Old meg. Nem nyúlhatsz hozzá. Tehát még nehezítették de annyival, hogy nem nyúlhatok hozzá. A századosúrnak kettővel arrébb itt van az irodája. Elmegyek eszem valamit a menzában. Az amerikai filmekben sokszor látott piros vezeték, kék vezeték, sárga vezeték, ezeket hogy hívjátok? Ezek milyen bombák? Ugye ezek nem klasszikus, ezek ilyen valaki által egy konyhában összerakott bombák, amely buszokat, nem tudom, miket robbantanak filmekben. Igazából az más, mint amit építkezéseken találnak. Ez nyilván. Más, ez teljesen más. Igazából két nagy kategóriára bontjuk szét a robbanótesteket, és az egyik a hagyományos katonai alkalmazású eszközök. Aha. Ezeket semmisítjük, meg szállítjuk el Magyarországon. Ezeket találjátok építkezéseken, persze. Továbbá vannak ezek az úgynevezett improvizált vagy házi készítési robbanószerkezetek, amiket kell sajnos viszont országhatáron kívül nekünk is ugyanúgy dolgoznunk kell. Tehát simán összefutatok, mit tudom én, valamilyen olyan külföldi kiküldetésen, valamilyen hadműveleti területen, egy ilyen piros drótos, kék drótos házilag összebarkácsolt valamivel is. Előfordulhat ilyen, hogy összefutunk vele, sőt az esetek nagy számában találkozunk is vele, viszont ez, hogy piros drót, kék drót, ilyen nincs nem igazán létezik, minden fekete vagy zöld. Igen, nincsen ez a piros, kék, sárga, és hogy tanultam, piros vagy kék, ugye ez nincsen. Ez nincsen. Amerikai szakterülete. Hát ezek amerikai filmek vannak, amerikai tűzszerészekre tartozik. Melyiket vágjuk, ha mégis lenne piros-kék? A szín az nem számít. Nem számít? Nincs ilyen, hogy inkább a pirosat? Na, játsszuk akkor azt a játékot, amire készültünk. Mi bombát találunk, jó? Így van. Hoztál alkatrészeket? Hoztál? Feri emésztőtárs hátul a kertben. Nem, Ferit ráfektetjük, hogy nagy baj ne legyen. És Feri teste lefogja a robbanást. Felhívunk téged. Végignézed, hogy tényleg lefogja-e. Persze. Felhívunk téged, és elmondjuk, hogy hogyan néz ki, te megpróbálod velünk hatástalanítani. Nyilván a policitek az, hogy senki ne nyúljon hozzá. Ugye, te ne küldje ki az anyósát, ne küldje át Józsit, Gazsit, senki ne nyúljon a bombához. De mégis mondjuk én ott nagyon nagy bársam a kertet, valamit találok, elkezdem ütögetni kalapáccsal, szerencsém van, mert még nem robbant fel. Te megkérdezed, hogy néz ki, mi megpróbáljuk leírni neked, és azt, hogy mit csináljunk vele. Jó? Igazából, tehát én inkább annyira csavarnék egy kicsit a történeten. Hogy a Feri kezébe élesed. Hogy már ketten meghal. Az se rossz. Igen, hogy ketten már halottak melletted, Bali, nem, már csak hanem te vagy egyedül. Vegyük úgy, Balázs, hogy mondjuk te igen? Egy oktatás alatt álló tűzszerész vagy, vagy esetlegesen egy olyan járőr parancsok, aki kint dolgozik, aki az adott eszközzel még nem találkozott. Tehát már kim vagyok élesben? Már igen. Élesbe kim vagy. Te vagy a járőr parancsok, a többi sajnos betegen viszont... jelentettek, téged hívtak át a hadtápról. És pont engem hívtak. Pont téged hívtak ki, téged rendelt ki a parancsnokunk a címre, viszont egy olyan eszközzel találkozol, amit még életedben nem láttál. Jó, kommunikációs ezek alapeszközök, amiket hoztam, tehát ez már a legalapabb tanfolyamon megtanulják az emberek, de most vegyük úgy, hogy ezzel most találkozol először. Jó, van segédem? Ketten vagy, ketten járőrözünk. Jó? Igen, mindig van egy segéd. Janival ketten járőrözünk, beszólunk Ferinek CB, hogy találtunk valamit. Jó, de mondom, az első mondat az lesz, hogy a Jani fog oda menni. Nem, én húzok egyet. Hol a zsák? Hol van a zsák? A zöld doboz. Zöld doboz. Na. Igen, ez egy vegyes raj lesz a kommunikációs szolgálattól, jöttél Feri a hadtától, én pedig kutya kiképző vagy. Na, tessék. Gyere, húzunk egyet. Tessék. Ezek nem néznek ki jól. Na.
Ne dobáld ne, már! Ha, ne keresgélj! Mitől félsz felrobban? Hát mit tudom én? Az utolsó mondat, miért ne. Mitől félsz felrobban? Igen, ne dobáld! Puff. Jó! Ne na. Nézz oda! Nem nézem. Te csukd be a szemed, Misi, ne csaj. Na, gyere Jani, nyomon vagyunk, megtaláltuk. Telefonvonal van, figyelj! Na! Ajjaj! Te most Misiké, mit vagyunk a területen? Mi ez? Baszod, hallod? Jó, hát az elsődleges... Hallod, Buzi, mit találtál? Mi az? Hallod, nagy a baj, szólj a Gorénak, nagy a baj. Ezt még na. Úgy kell elképzelni, hogy bármit, amit a kezedbe fogsz, ez általában úgy néz ki, hogy van még rajta körülbelül 16 kiló sár, amitől valahogy meg kell szabadítanunk az eszközt. Jó, ez egy gyári állapotú eszköz. Ez úgy néz ki, mintha most jött volna ki a gyárból. Igen, egy kicsit gyári eszköz. Na, mondom akkor, hogy néz ki. Csöng a telefon, jó? Te vagy bent szolgálatban, én fölhívlak téged? Vagy... Igen, hát én vagyok mondjuk az ügyeletes parancsnok. Minden héten van egy ügyeletes parancsnokunk, aki folyamatosan telefon végén van. Jó. Misiké, Misiké, gyere már borához, majd itt egy kis kebasz. Mondjad, Balázs, mit találtál? Na, körülbelül 50 centi. Igen. Kihívás csinálj. És most kezdj a bombáról beszélni, tudod. 50 centi. Hallod? De ha ez 50 centi, akkor én legalább 3,5 méter vagyok. Nincs ez 50, 35. Ha 35. Akkor viszont, más a 20 is. Tehát, 35 centi hosszú, Misikém. 35 igen? centi hosszú. Mit láttok még? Hogy néz ki? Milyen az alapja? A Jani most nincs itt, mert elment kulázni, de... Menekülő embereket, mit látnak? A Jani már menekíti, üdíti a batyányteret. Misikém, elég vastag. Elég vastag. Igen, vastag, próbáld és meg fényből van. Próbáld meg hasonlítani valamihez. Úgy néz milyen ki, mint egy tuba. Mint egy tuba. Mint egy lázcsillapító kúp a Fekete Lacinak. Tölcsér alakú, és kicsit az eleje vékony, és vastagodik. Vastagodik. És elég hosszú. Tehát egy 35-40 centi. Hengeres a... Nem tudom, ez baromi nehéz. Hengeres inkább a test, vagy pedig könycsepp alakú? Hengeres. Jó. Mihez tudnátok hasonlítani? Milyen szélességű maga az eszköz, mint egy sörös üveg, vagy esetlegesen, mint egy... Várjál, megkopok! Várjál! Anyaga! Jó, lehetőleg még ne kopácsoljátok, hogyha nem muszáj. Figyelj, ez körülbelül nagy pillanatra komolyra fordítva, mondjuk tényleg valaki talál ilyet a polgári lakosságban, az 35 centi vastagodik, és hát egy olyan 10 centi átmérője van a körnek, a vége kör alakú, a vékony, az meg egy ilyen kúp alakú a vége. Kúp alakú. Jó, És a Jani fél lábbal, középső vagy alsó részén látok csíkokat, így körbefutó csíkokat, vagy részszínű, vagy acélszínű? Van egy körbefutó részcsík középen. Vörös rész. Hú, mennyi lett ennek kilója. Hogy el tudnánk adni. Hallod, négyen már nézik itt körülöttünk, szabad már őket, nehogy elvigyék. Szóval van egy ilyen körgyűrű. Hé, afgánok, tűnjetek! Van egy körgyűrű, az részből van. Teljes egészében acélból van a test, vagy pedig valamelyik része átvált rézre, vagy jobban kong, vagy cseng esetleg. Hát Jani ért a színes filmhez, ez egy családi... egy családi borrás náluk. Ő jár sokat B-telepre. Hát nem, az egész az fémből van. Aha, de háromféle fémből. Háromféléből? Úgy tűnik, igen, az eleje az egy ilyen sötétebb, a középen van ez a vörös rész, és alul pedig egy ilyen sárgásabb rész. Figyelj, azért erre rálépnék, vagy ezt úgy megkocogtatnám otthon, azért nem lennék nyugodt. Szóval így most ez, hogy az ölemben van egy 3 perc, és így ütögetjük, azért nem lennék nyugodt. Na, Misiké, mondj már, mert már azért kezdtek. Jó, az, amit találtatok így igen? A leírás alapján, ez egy tüzérségi lövedék. Hát a 10 centi átmérő, amit igazából úgy satszoltatok, ez lehet 76 mm-es, 85 mm-es repeszgránát valószínű a leírások alapján. Igazából maga a csúcsos rész, ami úgymond hegyesedik a gránát egyik oldala felé, ott láttok ilyen kis recéket, barázdákat. Vannak, azaz. Nagyon jó, akkor ez még a biztonságosabb állapotban van jelen pillanatban, ugyanis magán a gyújtó szerkezeten, amit elől láttok, valószínű, hogy rajta van az állító kupak, tehát nem lett kilőve a gránát, továbbá, maga akkor tekerjük le, mert elalszok. Maga a hátsó rész, az pedig maga a kivető töltete, tehát abban a lőpor található. És középen, hogy látjátok azt a gyűrűt, láttok rajta kis rovátkákat, így 45 fokba berovátkálva, vagy teljesen sima az egész?
Sima. De az sima. Én nem látok rajta rovátkát. Azért, mert hogyha be van rovátkálva, akkor, és mondjuk nincsen a hátsó réz hűvei rajta, akkor az azt jelenti, hogy az alkalmazásra került, tehát jóval veszélyesebb maga az eszköz. Akkor nem kopogtatom azért ezt itt jelenleg. Van egy fura felirat, Made in China. Ez egy kicsit engem összezavar. Az van rajta, hogy Adolfnak szeretettel Ciril betűk. Az lehetséges. Tehát most nekem egyszerű, mert tudom, hogy mit hoztam nektek. Ez egy 66 mm-es orosz repeszgránát, egy KTM 1-es gyújtó szerkezettel. Most az ember elkezdi ezt mahinálni, kicsit tényleg félig komolyra fordul, akkor ez fölrobbal, nem? Tehát nyilván érdemet, hogy elmondjátok, ne nyúljon senki hozzá, azonnal hívjanak szakember, de otthon tényleg ezt valaki megtel, és egy kalapáccsal, vagy mit tudom, egy ásóval ezt elkezdi ütögetni, nem túl szerencsés egyébként, nem? Az elmúlt 10 évben ezzel a gránáttal volt már úgymond negatív tapasztalatunk. Tehát volt olyan kollégám, aki ennek következtében vesztette életét. De azt ilyenkor sose értem, hogy oda megy, ismeri, tudja, hogy nem robbant föl 50 évig, amit egyszer csak hozzáér valaki, és azonnal. Ezt nekem, ha építkeztek fölötte, mentek fölötte, semmi nem történt. Ugye? Valaki oda megy, ráadásul egy profi, tudja, hogy mit talál, mi rossz helyre nyúl ilyenkor? Vagy mitől robban az egyszer csak föl magától, ha 50 évig nem robbant föl? Erre szoktuk azt mondani, hogy igazából minden helyszín és minden gránát más. Tehát hiába gyártottak le 10 000 egyforma gránátot, abból egy biztos, hogy különbözni fog. Tehát nagyon sok visszaemlékezésben, nagyon sok történeti áttekintésben, oktatóanyagban volt olyan is, hogy például ledobták a bombát Budapestre, nem robbant fel, tűzszerészek kimentek, szétszerelték, és maga a gyújtó szerkezet közepén pedig orosz kitüntetések voltak beletuszkolva. Tehát valószínű, hogy vagy hadifoglyokkal gyártották azokat a bombákat, vagy olyan emberekkel, akik igazából nem akartak semmi kárt okozni, így nem robbanóanyagot raktak bele, hanem kitüntetéseket. És nem robbant fel. És nem robbant fel. Viszont mivel ezeket az eszközöket, főleg a gyújtószerkezetet kézzel gyártották, előfordulnak olyan, úgymond, gyártási hibák, ami miatt lehet, hogy érzékenyebb lesz az eszköz. Vagy esetlegesen kilőtték a gránátot, becsapódott, és egy olyan szögben csapódott be, hogy lehet, hogy már csak az az egyetlen 1 mm hiányzik ahhoz, hogy felrobbanjon a gránát, és hogy megvan mozdítva. A kioldó szerkezetben, vagy nem tudom, hogy igen, hívják. Igen, tehát amit éppen fogsz a kezeddel, az a gyújtó szerkezet, azt ki is fogjuk most csavarni. Én nem akartam. De, jó, de csak mi kimegyünk. Nem, csak előtte nyelessük le a felivel, és akkor csak egy ennyi lesz. És akkor pedig kinyitja a szert, és füstöl a szája egy kicsit. És nem, csak így elpárolog a gyomorsa, vagy... bármit nyitunk, igen, a Feri nyeljel előtte, jó? És akkor egy ilyen gyomortükrözésszerűen nyissuk ki. Szóval, hogy ezt itt kinyitjuk? Igen, úgymond szétnyitjuk az egész gránátot. Tehát szétszedjük olyan alkotó részeire, amit mi már biztonságosan tudunk szállítani, vagy esetlegesen az adott részegységet kell megsemmisíteni. De ilyen azért gyakorlatban nincsen. Tehát nincsen, hogy srácok, picit kevés időnk van, mire odaérünk, segítsetek már, hogy kapjátok már szét, jó, hogy már tudjuk szállítani. Jó? Nem. Tehát ilyen ez nincs. Minden esetben csak tűzszerész, és azon belül is csak a járőrparancsnok csinálhatja. Ez persze külön engedélyezési eljárás, a 25 embert legalább fel kell hívnunk ahhoz, hogy mi egyetlen egyszer kicsavarjunk. Na jó, van, akkor ez még az a magyar honvédség, amit én ismerem. Ez nem azért van, ez azért van, hogy minden szinten tisztában legyenek azzal, hogy most jelen pillanatban az alatt a 15 perc, 20 perc alatt veszélyes folyamatot hajtunk végig. Mm-hmm. Tehát ilyenkor a mentők készenlétben vannak úgymond a benti emberek is, tehát hogyha bármi történik, akkor azonnal tudjanak reagálni rá. Ez a lazázás, ez belefér a telefonbeszélgetésbe, hogyha téged fölhívnak, mint amit a srácok lenyomtak? Nyilván nem így történt. Nem az, hogy kopogtasd már meg, Józsi, hallani, nem tudom, mi ez. Nem tudom, már. Többnyire a hivatalos formátumhoz ragaszkodunk, ugyanis mi is szolgálti telefonon beszélünk, viszont van, mikor lehallgatják. Persze, tehát mikor felhívjuk viszont a saját telefonunkon egymást, akkor tehát ugyanez a kötetlen beszélgetés, mert igazából mi is attól oldódunk fel, attól nem izgulunk, nem foglalkozunk az adott eszközzel, úgymond görcsösen, hogy ezt most el kell onnan tüntetnünk, mert bennünk is megvan ez a kis őrültség, kis ökörködés folyamatosan, tehát humorosan próbáljuk felfogni mi, és ezzel jóval könnyebb a mi munkánk. Aha, mirán, akkor... jó lehet, nem? Hogy? Nagyon jó kis beszélgetés. Ja. Na, és akkor mi ez fölne? Hát összed a 66 milliós repesz romboló, azt hiszem, hogy hogy kell hatásni, hogy fogalmas nincs, na szem hat... Megyek ebédelni. Merül az aksi, be kell mennem, igen, tölteni. Ma én egyébként szétszedném, csak jöttek SMS-ek, Misi rosszat vittél el, a szemléltető itt van nálam. Tehát, közben ilyen SMS-ek jönnek. Mikor mindig valakivel telefonkapcsolatban vagytok, tehát valaki diktál, vagy valaki nem. Ott van, vagy ilyenkor egyedül vagytok, csak teljesen bomba, aztán meglátod, hogy mit hozol ki belőle. Tehát magánál a bombánál
alapesetben, hogyha hatástalanítjuk, azonosítjuk, mindig csak egy ember tartózkodhat, maximum akkor vonhatunk be más embert, hogyha meg kell fogni, vagy tényleg rögzíteni kell az eszközt, és egyedül nem boldogulunk. Külső segítséget nem szoktunk igénybe venni. Tehát mi jelezzük az előjárók felé azt, hogy éppen mit csinálunk, és utána akkor jelentkezünk be nekik, hogyha már végeztünk az eszközzel. Tehát maga a köztes időtartam arra a 17 járőrparancsnokra vonatkozik, úgymond, tehát ő dönt, ő találja ki, hogy mit csinál az eszközzel, mit fog szétszedni rajta, kopácsolni, mit szed le róla, tehát igazából az teljes egészében rájuk van bízva. Ezért is van az, hogy tehát egy járőrparancsnokot, mire kiképzünk, az minimum 7 év. Gyakorlatilag, 7? Igen, 7 év. Jézus már! És ez folyamatos. Lebe benne az alakizás is. Pont nincsen benne. Tehát ez a 7 év, ez úgy néz ki, hogy folyamatosan tanul az ember, bővíti az ismereteit mind gyakorlatban, mind elméletben, és itt se alkalmas mindenki, ugyanis itt embereket kell vezetni, kontaktot tartani ugyanúgy egy akár egy polgármesterrel, vagy egy képviselővel, vagy rendőr kollégákkal. Tehát úgymond a környezettel is kommunikálni kell. Akkor megértem a 7 évet. De ennek a... Ott 3 év a kommunikáció. Ki most a góri a katasztrófa védelemnél, hallod? Úgy akkor érthető. De igazából a 7 évnek... Olyan van, hogy egyikötök se tudja, hogy mit talált? Vagy olyan volt már, hogy gyerekek, fogalmam nincs. Jön a fő, ő se tudja, és senki, ültök ott négyen, és valami olyan találtok, nem tudom. Van valakinek neten, nyissatok már meg egy Google-t. egy Google képet küldjetek már a telefonra. De tényleg nem, hogy fogalmatok nincs, hogy mit találtatok. Igen, ez előfordul ilyenkor. Hát az eseteknek mondjuk az 1000%-ában, tehát nagyon kevés az esély annak, hogy olyat találunk. Gyorsan korrigáltál. Viszont előfordul. Akkor felhívjátok Vágó István. Nem. Van benne 2-3 ember, aki a kutatási résszel foglalkozik. Tehát adott országra, adott eszközre vonatkozólag mindig van egy emberünk, aki azzal foglalkozik. Felhívjuk őt, elmondjuk, hogy néz ki, küldünk róla fényképet. Megnézi, na, ha ő se tud vele mit kezdeni ott az adott helyszínen, az a probléma, akkor szépen körbezárjuk az egészet, őriztetjük, hogy ha olyan helyszínen van, rendőrrel, polgárőrrel, és megpróbáljuk felvenni az adott országgal a kapcsolatot, hogy adjanak valamilyen anyagot róla, ami alapján mi dolgozni tudunk. Tehát az alapbiztonsági eljárások azok megvannak, viszont konkrétan azt az eszközt nem ismerjük. És ez sajnos előfordul, mert több százezer, több millió fajta eszközt használtak itt a háborúk alatt, úgyhogy mindenre mi se lehetünk tisztában. De akkor már nagy baj van, nem? De... Halló, tessék, kutatás, hagyjátok azt a kutat, srácok, nagy szar. De például volt olyan magyar kísérleti eszköz is, amit 7 évvel ezelőtt talált az egyik kollégám, hogy tényleg az volt, hogy kiment a helyszínre, úgy ránézésre egy nagy sóder és sárkupac volt, nagyjából megtisztította az adott biztonsági eljárása, és nézte, hogy hát ilyen nem létezik. És kiderült, hogy egy olyan kísérleti... Ahhoz képest elég nagy robbant, Lajos. Egy olyan magyar kísérleti eszköz volt, amit úgymond használtak belőle 15-öt. És többet nem is gyártottak, mert közben ideértek az oroszok hozzánk, úgyhogy abba hagyták a gyártását, de megtaláltunk egy olyan eszközt, amiről igazából az az egy létező példány van. De minden kutatási anyagot, mindent megsemmisítettek, úgyhogy az egyik történészünk, aki ezzel foglalkozik, ő hozta a gyújtóanyagtól kezdve magát, hogy hogy épül fel, milyen robbanóanyag van benne, és akkor ott a helyszínen úgymond összerakták azt, hogy akkor ezzel lesz le, és ott találtak ki. Tehát ilyenkor egy stábot rakunk mi is össze, és a stáb kidolgozza azt, hogy mit lehet csinálni. Ezzel szokott általában elmenni az, hogy egy-két napig le van zárva egy adott terület. Hányszor mondtad már azt otthon, amikor megkérdezte a kedveset, hogy na, mi volt hosszú? Igazából ezt benne is meg tudja kérdezni, ugyanis a párom szintén katona. Ő is másodosztályú tűzszerész, úgyhogy... Nem annyira jó, hogy... nagyon jó vagy, de azért majd téged akkor hívunk, hogy már... Aranyos vagy, aranyos vagy. Tehát a három kategória az harmad, másod, első osztály, a harmadosztály ő a kezdőszint. Tehát ő, neki van egy alaptudása, de semmi gyakorlata nincsen. Ja, értem. Elkezd tanulni, és mondjuk egy olyan 3-4 év után jut el másodosztályú szintre, akkor már bővebb anyagot kell ismernie, eljárásmódokat, több különböző úgymond eszközről kell fejben a gyújtó képét lerajzolni, vagy ugyanúgy, hogy épül fel, és ez így megy tovább. És te első, vagy első plusz vagy? Hát én elsőnél megállunk, tehát első osztályú tűzszerész egyenlőre. Szerintem akinek a legnehezebb, az a sofőr, aki szállítja a bombát. Én nekem ez szent meggyőződés. Igen, Józsikám, ezeken az utakon. Józsikám, hova megyünk? Csak ne rászkodjon. Dózsa György, nem tudtuk elkerülni. És ott vesz egy nagy levegőt az elején, és kifújja a keletinél, tudod, amikor még ugye macska köves volt. Mert ugye hát ott a tűzszerészek érték, de hát a sofőr, tudod,
tudod, szegény, hát ő neki az a feladat, hogy elvigye A-ból B-be, azért egy nagy bukanon. A nyeken egyet tudod. Jaj, vigyáztam! Én azért ott mindig vennék egy nagy levegőt, egy-egy ilyen nagyobb fekvőrendőrnél, nem? Őket is kiképzik, vagy nekik csak így menniük kell szegényeknek mögöttük, nem tudom, három mázsás második világháborús bombával? Tehát magáról az eszközről nekik úgymond mélyebb ismeretük nincsen, nekik arra kell figyelni azt, hogy ezt biztonságosan A pontból B pontba el tudjuk szállítani. Az a meleg. Azért nekik úgymond a közlekedés kapcsán jóval nehezebb dolguk van, tehát az a baj, hogy az elmúlt pár évben pár olyan közúti balesetünk volt, aminél szerencse volt, hogy nem volt eszköz a gépjárművünkön, ugyanis volt olyan, amelyik felborult, volt olyan, amelyiknek összetolták az elejét. Ez mind figyelmetlenség, tehát az a baj, hogy az emberek se figyelnek úgymond a kéklámpás autókra, hát nyilván, nem nézik a matricákat, feliratokat, igen, és elbambulnak. Kérdezi egy hallgató, hogy mi van, ha egy lefordított üstöt találok? Jogos. Ennyire koszos. Ahhoz is ki kell menni. Több esetben fordul elő olyan, hogy mi mondjuk azt, hogy valamivel borítsák. Tehát ha azonnal nem tudunk menni, mert 30 napos kategorizálási rendszerünk van, hogy 30 napon belül minden címre ki kell érkeznünk. 30 napon belül, tehát leírja nektek a delikvens, hogy mit talált, és akkor bekategorizáljátok? Nem a delikvens, mert maga a bejelentési folyamatot csak vagy hivatalos személy, tehát polgármester, építésügyi előadó, vagy rendőr teheti meg. Tehát neki ki kell menni a helyszínre. És addig le kell takarni. Hát igazából azt javasoljuk, hogy ne közelítse meg senki, lehetőleg ne piszkálják, ne nyúljanak hozzá. Ilyenkor volt már olyan, hogy egy lyukas bádugüstöt fordítottak rá fejjel lefele, hogy semmilyen környezeti hatást ne érje. De általában, hogyha olyan helyszínen találjuk az eszközöket, ahol lakóház, vagy pedig udvar, sok gyerek van, tehát oda általában azonnal megpróbálunk egy járőrt biztosítani, legkésőbb a következő nap. De 30 napig is ott állhat, tehát a Balázs telkén, a felásásnál megtalálja, akkor ott áll. De kevésbé fontosak ne elfelel. Anyósom most jött be a konyhába, a kezében egy rozsdás vasdarabban, jó, 30 nap. Nem baj, ráérünk. Tehát, ahogy az előbb mondtam, viszonylag kevesen vagyunk, és nagyon sok felé tagolódik szét, úgymond ez a kis tűzszerész állomány. Ezért van egy kategorizálási rendszer. A 30 nap azokra vonatkozik, hogyha kinn a szántóföldön 30 kilométerre egy településtől találnak egy eszközt, azt megjelölik, adnak GPS koordinátákat és bejelentik felénk, hogy itt van egy eszköz, leírás alapján ilyen, de lehet, hogy mellette mondjuk az őrsvezértér kellős közepén van egy 200 kilós bomba. Nyilván ez a fontosabb, persze. Tehát van egy kategorizálás, ami alapján inkább az ember, tehát nem inkább, hanem ami alapján az ember életet elsődleges az, hogy megmentsük tovább azt, hogy olyan is van, hogy nagyon kivonultok és rohadtul nem bomba? Tehát gondolom, ez is megtörténik, nem? Hogy még a másodosztályokat is bevetitek? Gyere, anya! Hogy leírja nektek a polgár, hogy mit talált, és nem kiderül, hogy abszolút nem bomba, ti még nagyon kivonultok. Az esetek 10%-ában általában nem robbanó testet találunk. Tűzoltó zenekar, mindenki kivén. De tehát ahhoz is ki kell mennünk, mert legyen egy olyan eset, hogy mondjuk rosszul jelenti be, vagy nem azokat a paramétereket adja meg. Hát például olyanok, mint mi, mondjuk a másik, mint pici dilletáns módon próbáltuk. És akkor az előfordulhat, hogy kimegyünk, és inkább találjunk egy bádogüstöt, mint hogy valaki hozzápiszkáljon egy aknához, és felrobbanjon. Sok civil robban föl egyébként? Tehát sokan próbálnak neki állni tényleg ásóval, hogy én már Józsi kincset találtunk, hozz már egy azt a lapátot. Nyisd már ketté közébe! Biztos van benne arra, hogy... De sokan állnak neki, vagy most már azért egyre több a bejelentés? Egyre kevesebb, tehát megpróbálják az emberek is úgymond felfogni, hogy nem. Nem kellene leszedni róla a rezet, mint ahogy az előbb is néztétek. Hát, ez jó. Se teljesen biztonságos, viszont van még egy-két olyan ember, aki kíváncsiságból, hozzá nem értésből tényleg elkezdi szétszedni az eszközöket. Ezek az önjelölt kincskeresőkkel mi a helyzet, akik így járják detektorokkal az erdőket, hogy mindenféle ilyen háborús relikviákat találjanak, és mondjuk találnak egy ilyet? Általában beszokták jelenteni. Tehát nincs az, hogy nekiállnak. Nincs az, hogy nekiállnak, hanem általában tényleg az van, hogy vagy a rendőrségnek szólnak, vagy az adott önkormányzatnak, és többnyire az önkormányzatnak, és ők jelentik be felénk ezeket az eszközöket. Korrekt, már nem arra mennek, hogy hazavigyék. Hát... Ezeket nem is nagyon viszik haza, tehát tudják, főleg ők, mivel foglalkoznak egy bizonyos hadtörténeti kutatással is, hogy mennyire veszélyesek, így megpróbálják nem szállítani, nem mozgatni. Olyan telefonom volt, hogy most nyomtam el valamit a Vaterán, de szerintem gond lesz vele később. Hát mondanám a címet, ahova ment. Ha jól hallom, még ketyeg is. Igen. Robotot használtok, itt kérdezik a hallgatók, mert ugye Amerikában már lehet látni, hogy robotok mennek oda hatástalanítani. Ezt gondolom Magyarországon még nincs, nem? De van robotunk, szoktuk is alkalmazni. Ezeknél az eszközöknél nem indokolja a helyzet az, hogy robotot használjunk, meg nem is tudnánk, mert olyan úgymond gyári eljárással van összerakva, amivel a robot nem boldogul. Mi a házi készítési robbanó eszközöknél szoktunk robotot alkalmazni. Többnyire azért, hogy
ha esetleges robbanás következik be, akkor inkább a robot semmisüljön meg, mint egy tűzszerész. Értető indok, mondjuk. Egyébként sokat nem kell magyarázni. Ez azt gondolom, ez egy elég erős érv. Nem is tudnék erősebbet. Mondjuk, és akkor valaki kommunikál a robottal, vagy ti látjátok, hogy a robot mit csinál? Vagy a robot oda megy, ő dönt, és megpróbálja hatást rendelni a bombát? Nem, tehát nem teljesen önálló, nem rendelkezik mesterséges intelligenciával. Kér előtt egy kávét. Kávét nem tud főzni. Ez szó, hogy hívjátok fel a nejét, elbúcsúzik tőle, kimegy, hatástalanítja a bombát. Nem, tehát vannak képzett robotoperátoraink, akik úgy kell elképzelni, mint egy videójátékot. Tehát hát irányítja a robotot. Egy monitor nyilván, előtt persze. Egy kis joystickkal, és ő irányítja a robotot, mögött áll a járőrparancsnok, és ő mondja, hogy... Tököljetek meg, mi? Döntjek, jöjjtek, és szemét rohadjál meg, szórd meg ezerre! De az milyen jó lenne, már gondolkodna a robot, nem? Tehát már így beletek én ez nem nyúlok. Veletek együtt kommunikálni. Ennyit nem fizetom, bicsi. Igen. Na jól van. Hát azért ezek csúnya dolgok, szóval hogy az ember ezt így fogja, nem tudom hány kilót, szóval nem örülnék egy ilyet. Az a lényeg, hogy jó irányba tartsd. Nyugi, én a zsűl felé tartom folyamatosan. Jól van. Mihály, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Elmondtuk minden hasznosat, amit szerettél volna? Hát igazából tőletek függött, hogy miről beszéltünk. Na, úgy értem, csak a kereteket azért, hogy a honvédség is megnyugodja, hogy nem csináltunk ebből tréfát. De akkor ma ki van pöpálva a nap, most már nem kell menned terepre. Ma már nem. Mikor én már voltam a Morning Show-ban. Pont elég. Mikor voltál utoljára? Múlt hét pénteken. És mivel hozott össze a sors? Mi volt éppen? Éppen nem robbanó testtel. Nem? Lefordított üst? Igen. Hát ilyen is van. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Ugye Németországban nem akarják kirúgni azt az embert, aki fogdosta az ő kolléga nőjét, és Németországban most mindenki ezt az ügyet nyomozza, mindenki erről beszél, mert hogy állítólagosan, ugye hát ez hatalmas botrányt okozott egy düsseldorfi cégnél. Joggal. Joggal, nyilván abszolút, így van. Egy dolgozó durván zaklatott egy nőt, megtapogatta a keblét, mégsem lett semmi komoly következménye az ügynek, mert hogy felettesei azt mondják, hogy jó munkaerőnek tartják a férfit, és ezért nem rúgják ki, hiába tett panaszt az ő kolléga nője. Na most nyilván ezen Magyarországon is mindenki felháborodna, ha hasonló esetre derülne fény. Az a nagy baj szerintem, hogy nem nagyon derülnek ezek ki. Tehát általában... Mert nem mered mondani. Nem mered ciki. Mondani, és nem derül ki. Ugye? Nem hallasz sokszor ilyet, pedig nyilván van azért ilyen, vagy ehhez hasonló eset Magyarországon is. Hát csak nem beszél erről senki. Ezek szerintem az esetek túlnyomó többségében, ha ilyen előfordul, mondjuk egy magyarországi munkahelyen, akkor ez egy ilyen aláfölé rendeltségi viszonyból kifolyólag nem derül ki, mert ezért szerintem az elég ritkán fordul elő, hogy mondjuk egy alkalmazott a főnököt kezdi el szexuálisan zaklatni, inkább fordítva szokott történni a dolog, hogy visszaél a főnök a helyzetével. És alkalmazott között, ha zajlik, akkor azért nem mer menni a nő a főnökhöz, mert nem hisznek neki, azt mondják, hogy jaj, hát Krisztike, nem volt a semmi, kicsit odaért hozzá, tehát véletlen volt. És akkor neked ciki nőként? Szerintem nem mindegy, hogy kihez mész oda. Tehát, hogyha most egy női főnököt találsz magadnak, egy olyat, aki mondjuk bele tudja magát képzelni a te helyzetedbe, és együtt tud veled érezni, mert hogy ő is nő, akkor ott szerintem simán lehet, hogy elmeszelik a fickót. De mondjuk, hogy egy férfihez megy oda, egy férfi főnökhöz, akkor ott jön ez az elbagatelizálás, amiről te beszél. Nem volt a semmi. Mi az, ami zaklatásnak számít? Honnantól tudod, hogy az zaklatás? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát, mi van akkor, ha egy nő nem szereti az ő férfi főnökét, és kitalál valamit, nincsenek szemtanúk. Tehát ezért baromi nehéz ezt bizonyítani pro és kontra. És ezért hallgatják el ezt sokan, mert ugye a bíróságon is neked kell bizonyítani, hogy mi történt, megaláznak oda a méltóságod, és még neked kell bebizonyítanod, hogy mi történt. Hanem nincsenek kollégák, akik mondjuk ezt tudják igazolni. Ha egyszer van egy kicsit szaftosabb megjegyzés, akkor az már zaklatásnak minősül. Szerintem az nem. Vagy ott, az még nem. A verbális vonalon a Amerikában igen például. Amerikában igen. Teszel igen. Egy megjegyzés, ott ezt nagyon szigorúan nézi. De ott nagyon sok munkahogy beutan ebből. Ott utaznak is erre, igen. Tehát ott nagyon ott valakinek rácsapsz a fenekére, ott megkurcolnak. Tehát ott nagyon kell vigyáznod. Ez a fajta haverkodás, ez a fajta megfogjuk egymást, a karját megfogod, ott nagyon óvatosan kell bánni ezzel, igen. Ott kicsit ez túl is van azért tolva, szerintem, de ott olyan érzékenyen veszik ezt. De verbális vonalon szerintem a rendszeresség, tehát az, hogy a rendszeresen előfordul, egyszer-egyszer valaki tesz egy megjegyzést a másikra, mert tényleg jól néz ki, vagy tetszik, vagy éppen csak poénnak szállni az egészet, az nem egy nagy dolog. De a rendszeresen, és már látszik a másik, hogy tolakodásnak veszi, hogy rosszul esik neki, hogy terhére van, akkor azt szerintem egyértelműen szexuális zaklatás, és hogy az lehet. A másik a fizikai kontaktusnál meg szerintem rögtön.
Tehát, hogy ott az első az már szexuális zaklatásnak minősül. Tehát nincsen olyan, hogy odamész a kolléganőt, és csak ugye a fenekére csapsz. És ha olyan viszonyban vagytok, hogy jóban vagytok, és rácsapsz a fenekére. Hát azt ugye tudja kell. A viszonytól is, igen. Hogy mikor az zaklatás. Egy vadidegen nőnek lemész ide a büfébe, rácsapsz a fenekére, hogy az nem biztos, hogy szerencsés. Nem? De most, ha a kolléganőd és jóban vagytok, de ő mégis egyszer csak azt mondja, hogy jöttem az zaklattat. Szóval baromi nehéz azért nehéz. Ezt így megfogalmazni, hogy pontosan mi is ez. Juli, téged zaklattak már? Vagy volt már olyan, hogy... Balázs, az nem számít. Volt olyan, hogy neki az már 20-30-szor adtál a szállát, érted? Igen, nekem sok mindent elnézel. De hogy volt ilyen már? Hogy... Fogdosni nem. Fogdosod soha senki, hál' Istennek, viszont nekem rendszeresen... Csak volt azért valaki, aki jól esett volna. Nem, hogy a sajnosnak futottál neki. Állandóan kétértelmű megjegyzéseket tesznek. Van egy kollégánk, aki rendszeresen ezt csinálja. Én úgy szeretem, hogy te ezt így beülsz, és így bemondod. Hát ő azt mondja, Juli. És még el is játszott, nagyon jó. Ha nem lennél férnél. Vagy ha bármi gond van otthon, rám számíthatsz. De ő csak kevesen felajánlkozik. Na ez például a zaklatás? Tehát ha ezt mondja neked egy kollégád, aki egyébként kedvesen mondja, nem tudod, hogy humorizál-e, azt te most a zaklatás számlájára írod, de azt mondod, hogy jaj, hagyjál már, mondom, Józsi, nem, hagyja a hülyeségeid, de férjem van, szeretem. Tehát, hogy, van nálunk Józsi. Direkt mondok más. Na, de hogy ez zaklatásnak veszed? Hát, figyelj, engem egy idő után ezzel egy kicsit zavarba hoz, mert azt látom rajta, hogy bár humorizál, de ha azt mondanám, hogy akkor most... Akkor mennétek? Nem lehet, hogy ezt csak te gondolod nem. Mögé? Lehet, hogy ő tényleg nem gondol semmi más, csak azt mondja, hogy egyébként egy szimpatikus kolléganő vagy. Igen, ha baj van, akkor szóljál. Nyilván, ha behoznám ide a stúdióba, akkor azt mondaná, hogy humorizál. Aha. De nem hiszem, hogy humorizál. Tehát, hogy benne lenne a játékban valószínűleg. Csak aha. Ezt úgy, és ez ennek a történetnek szerintem a rákfenéje, hogy úgy adják elő, mintha poén lenne. Ó, kisanyám. Ó, te is tudod. Ja, de persze, csak huncutkodunk. De mi az a vonal, ahonnan komoly. Eldöntött, hogy ez már nem huncutkodás? Tehát, szerintem az egy pali, ezt egy nő érzi. De mi az a mondat? Érzed, amikor már úgy mondja, hogy komolyan gondolja, és érzed, amikor azt mondja, na, Juli, nincs rajtad, mert tartom, tök jó. És akkor így megvonod a vállad, örülsz neki kicsit, tehát szerintem a nők pontosan érzik, hogy mikortól kezdve nyomul már a pali, nem? Vagy mikortól válik nyomasztóvá. Állandóan, sokszor. Sokszor elmondja, sokszor tesz utalást, szembe jön. Na de várjál, tedd a szívedre a kezed, hogyha mondjuk ő neked bejönne, mint férfi. De erről nem beszélünk, tehát hogy... nincsen mire beszélni, de, mert... Na, de azért a dolognak a lelki mozgató rúgóját azért ezzel nézzük meg, mert az egyiknél szexuális zaklatás, a másiknál meg bók. De nem bók, bóknak, hanem a bók az nem ez. Legfeljebb arra gondolok, hogy hízelgő, mert azt gondolom, jó. Hogy egy férfinak tetszett. De elolvagyunk a szavakon, az egyik egy jó leső érzés, a másik meg rosszul. Igen, de nem, tehát ha tetszene, sem játszanék el a gondolattal, hogy most mi történhetne kinn a WC-ben, mert nem játszom el a gondolatot. Mert mondjuk a budiba nem áll budiba. Nem áll, igen. Valami romantikus. Budiba. Én is voltam itt egy párszor, nekem sem fordult meg a fejét. Szörnyű dolgokat talál az ember. Tehát attól nem függ tényleg, hogy milyen a pali? Tehát mondjuk helyes, és akkor az már kevésbé zaklatás. Nyilván, ha most fizikai kontaktus van, akkor az nyilván egyértelműen az persze. De ha mondjuk nincs, csak és mondjuk neked nem azt mondom, hogy tetszik, de mégis azt mondod, hogy elviselhető, akkor mégse zaklatás. Szerintem, mert akkor viszont sok nőnek jól esik, nem? Ha meg ráadásul egy helyes férfi teszi mindezt, akkor engem az sokkal jobban zavarba hozna. Aha. De az jó lesne. Hát igen, csak ha még ráadásul ehhez a történethez még helyes is, és jóképű is, én attól még jobban zavarba lennék. Mert tehát, hogy ez egy ilyen egy nagyon hülye szituáció. Mit tudsz erre egy ilyen helyzetre mondani? Én szerintem nagyon sok minden múlik rajtatok. Tehát szerintem nagyon sok minden múlik a nőn. Ja, mert hogy én atya, mi... Nem, igen, a hatodszor is meghal. Nem erre gondolok. Ha nem dobálnád magad itt a folyosón állandóan, ahogy jössz, nézd, érted, lesírt. A miniszoknya. Nem, én nem erre gondolok. Igen, hanem... ha az első mondat után neki azt mondom, hogy na most befogod a pofádat, és ilyet. Igen, biztos, igen, de én erre gondolok. Ha nekem ezt mondtad annak idején. Egyrészt, én ott voltam, amikor Janit így elintézted. Tehát az, hogy egy nő mondjuk 8-szor és hagyja, és nem mond semmit, arról legalább annyira tehettek ti is. Tehát szerintem itt nem szabad hagyni a dolgot, nem? Tehát ha te helyre teszed három ember előtt, valószínűleg a büdös életben nem. Tehát mindig a kicsit az áldozatokhoz mennek oda, akik ezt így zavarban vannak, csukod a szemed, elfordulsz, elpirulsz. Ha egy mondat után te ezt helyre teszed és rövidre zárod, akkor onnantól kezdve a dolog meg van oldva. Nézd, nem fogod eljönni többet. Ebben a játékban benne van az, hogy ő látja, hogy ezekkel a mondatokkal engem zavarba hoz. Na de te elpirulok, lesütöm a szemed. Szoktál rá mondani valamit? Jaj, ne már. Jaj, ne csináld már, Tibi, nem?
Ezt mondod, hogy jaj, nem áll. De miért tesz ez? Jaj, nem áll. Hát ráadásul kicsit el is pirulsz. Igen, hát igen, akkor igen. Ez neked tetszik. Szemlesütve, jaj, nem áll. Hát tetszik karakán nőnek lenni. Oszd ki, és meglátod, hogy nem fog oda jönni többet egy nőnek. Szerintem legalább az ilyen helyzetet ugyanúgy tudni kell kezelni, hiszen ha nem kezeled, áldozattá válsz. Tehát onnantól kezdve nem meri egy pali megtenni, ha érzi, hogy te egyenrangú vagy vele, és felveszed vele a kezed, jaj, ne, jaj, köszi, jaj, de cuki vagy. Ő ettől nem fogja abba hagyni. Egyrészt én nagyon-nagyon ritkán konfrontálodok nyíltan, másrészt pedig ugye megint csak az a szörnyű ebben a történetben, hogy ebben benne van az, hogy én ezt humornak gondoltam. És akkor te nem... Ugye ideig nem tudtad hova tenni. Nem, hogy ő azt ő mondhatja. Hogy igen, na, de hát én csak viccelek. Ha nem veszed alapot. Ugye ez is ezért nehéz a bizonyítása is, amit te mondtál, hogy ezzel kihez a verbálisnak. Igen. Mert ugye a fizikai kontaktus az csak egyértelmű. Azt, ha látta valaki, megfogták a feneked, az egyértelmű, de erre az évődésre, erre a beszélgetésre, hova mész? Bemész a főnököthöz, és ezt elmondod? Nehéz. Nem, igazából egyébként Balázsnak, neked kell ezt a határt, neked kell meghúznod, és kijelölnöd egyértelműen. Mert egyébként meg tényleg, tehát ugye a nők nagy része nemhogy a nők nagy részének nemhogy ellenére vannak a pozitív visszajelzések, hanem még egy picit várják is, meg jól is esnek neki. Nézd, én hazudnék, ha azt mondanám, hogy ja, ennyi? Kicsit ja, mérges lett, a mondatottól mérges lett. Szóval, hogy egyrészt valahol benne van az, hogy egy picit jól esik, hogy kapok ilyen jellegű bókukat. Bár én, amit itt tapasztalok egy embertől, az néha már egy kicsit túllép azon a határon, amire én azt mondom, hogy ez jó pofa. De igen, ezt le lehet állítani, hogy ne. Azt mondhatom neki, hogy hagyd abba és fejezd be. De közben meg ezzel az emberrel én napi szinten találkozok. És én beszól kettőt, vagy tesz két megjegyzést, utána hátat fordítok, és átmegyünk. Jó, de most egy hétig nem voltam. Kipihented magad. Olyan van, hogy nő zaklat férfi. Biztos, hogy van ilyen is, nem? Azt aztán még nehezebb bizonyítani. Van, igen. Te kicsit ilyen váltásban jöttök. Úristen. Minár van, nem akar beszélni adásban. Találtál ilyet? Te nők se akarnak, meg férfiak se küzdök. De mitől fél? Mitől fél? Szégyellik magukat, az az igazság, mert gyávák voltak, mert nem merték megmondani, mert szerintem zaklatás az, ami neked, hogy milyen nem tetszik és terhes. Az a zaklatás, amikor nem tetszik neked. Masszíroznia kellett a főnök nőnek a lábát, teját kellett neki készíteni. Ne. És Paliként nem mondja el. Nem mondja el, mert szégyeli. Hát annyira fogdosnia kellett a fenekét, meg kellett fésülnie a haját. Oda megy, mondja már mondja, el. Nem mondja el, mondta, ne arra, hogy nem mondja. A haját, meg kell fésülni beteg. A haját, teját kellett neki főzni. És dúdolnia hozzá. Vagy... Na, de itt mindig az érdekes, hogy azért csinálta, mert félt, hogy kirúgják. Igen, tehát azért, ez egy egzisztenciális kérdés miatt volt, hogy ne rúgják ki, kvázi zsarolva is volt. Így van. Hogyha nem csinálod meg, akkor kiruglak, ami ugye több, mint zaklatás, mert hogy az már ugye zsarolás így is. Így van, két gyereke van, a felesége elég mondta, kevés pénzt visz haza, és hát egy idő után fölmondott, mert nem bírta. Hát mondta, hogy nem ment ez. Hát fésülgetni a haját zárt ajtók mögött, megfogdosni a fenekét, teját főzni neki, masszírozni a lábát. És miért nem jelentett? Ő nem jelentette? Vagy nem volt hova följebb? Kis cég volt, és ő volt a főnöke, tehát nem tudott hova menni. Aha. Meddig csinálta? Azt mondta, hogy ez meddig, fél évig, egy nem, évig? Nem, kettő évig. Kettő éven keresztül? Utána mondta, hogy nem bírta, elment, tehát kész. Mondjuk a főnök azt mondja, hogy végtelen aljas volt. Az. Tehát, hogy ez így visszajönni egy embernek a helyzetével. Igen. Az, ahogy egyszerűen félte az állását, a megéletését, az egzisztenciáját. Csajoknál meg, amikor beszéltem velük egy picikét, én azt gondolom, amit te mondtál, Balázs, hogy nagyon... hogy is mondjam finoman, tehát, hogy nincs bennük kakaó. Tehát ezt de nem, szerintem nem érthető, azért meg, tehát először nem is nagyon tudod hova tenni, nem? Félted sokszor az állásodat. Tehát ez nagyon összetett dolog azért. Ez. Egy humorral el lehet azért ezt. Egy humorral el lehet ütni, de ha rosszul humorizálsz, azt hiszik, hogy tetszik neked. Ha nagyon helyre teszed, félsz, hogy kirúghatnak. Vagy a sor végére kerülsz a fizetésemelésnél, nyilván nem kell azért megengedni, hogy fizetésemelést kapjál, de hogy összetett a dolognak a lélektana, nem? Igen, hogy próbálod elhúzni, hogy jó, csak egy egyszerű alkalom volt, úgy csinálsz, mintha nem történt volna semmi. Igen, hát, ha nem történik meg újra. Legtöbb félt, tehát az volt bennük, hogy ők félnek, tehát hogy így nem akarták helyre tenni a szitut, mert féltek. Féltették az állásukat, az egzisztenciájukat, és azt mondták, hogy inkább belefér, inkább hagyják, hogy egy picit akkor legyen úgy, hogy kétértelmű megjegyzése, hogy egy picit megfogdossa őket, és így tovább. Már hogy mondta a főnök, hogy engedjék meg, hogy egy kicsit nem megfogdossa mondta, őket? Nem mondta, vagy... és ők meg nem mondtak nemet inkább. Inkább ezek aha, voltak, akikkel beszéltem. Nagyon-nagyon nagy hiba, igen, szerintem. Igen. Tehát amikor már egy kollektíva ezt hagyja, és senki nem mer nemet mondani,
mondani, hát ott az első nőnek kellett volna nagyon keményen kiosztani. Na nézzük az SMS-eket, aztán nyilván lesz majd, aki telefonál és elmondja nekünk. Mi kíváncsiak vagyunk olyan női hallgatóinkra, akik ezt átélték, hogy pontosan mi történt, mit ígértek, vagy éppen mit nem ígértek nekik, vagy mit kértek tőlük. De van olyan férfi hallgatónk, amit Anna mondott, hogy mondjuk éveken keresztül kellett a főnöknőt is tápolni, az is érdekel bennünket. Borzasztó. A feleségem is átélt ilyet, írja egy hallgató, úgy kiosztotta a palit, hogy csak úgy zörgött. Szerintem ezen sok múlik egyébként a női fellépése. Nyilván nem szabad áldozattá válni, még akkor sem az ember egyébként nyilván félti az állását. A zaklatáshoz annyit, hogy először jó, vicces, másodjára elmegy, harmadszor pedig már elmegy a francba, ez Roni küldte nekünk, hát hasonló, mint Juli, hogy először érted, nevetsz rajta, mosolyogsz, kínosan ötöd, szóval viszont már baromi kellemetlen. Igen. Az én volt főnököm kizárólag durva szexuális utalásokkal beszélt a női alkalmazottaival. Nagyon kínos volt, és nem vicces, írja egy hallgató. A nők miért várnak az első kellemetlen esetnél, miért nem fogalmazzák meg udvariasan, hogy az illető átlépte a határt, kérdezi Kata. De szerintem ez a jó út. Hát akkor, nyilván. Mondjuk Katát akkor valószínűleg még nem zaklatta soha senki ilyen formán, mert tényleg az a szituáció, hát hogy ez a is főnököt megfélsz. Tehát amikor gondold azt, hogy holnap kitesznek emiatt, mert ha mégse jön be, hogy tenyered meg ezt a vitát, hogy az főnököt zaklatott, akkor mihez fogsz kezdeni? Aha. Ott fogsz állni meló nélkül? Szerintem ez is benne van, és igazad vagy, bátornak kell lenni. De hogy meg ott, hogy jól értetted, hogy ezt mondtad? Valóban csak te érted így, nem, mi van, ha nem is úgy gondolod? De akkor megkérdezed? De hülye helyzet, tényleg. Oké, figyelj. A Julinak mondjuk a főnöke, vagy az Annának a főnöke beszól, és ő visszakérdez, hogy főnök, tisztázzuk már, hogy mire gondol konkrétan arra, hogy akkor feküdjünk le, vagy pedig nem ez biztos, most csak hogy ez így megtörténik. Hát azért igen. Ezt gondold már el. Főnök megfogta a fenekem, hátra nyúltam, megmarkoltam a tökét. Halkan ennyit mondtam, falun nőttem fel, tudok disznót herélni. Előre köszön azóta. Ez jó. Na, előre ez köszön jó. Azóta. Ez vagány. Edith írja, hogy egy nő védje meg magát, én biztosan nem tűrném az ilyen viselkedést, feltéve, ha nem csak egy baráti játékos formában végzi az adott kolléga. Ha durva és tolakodó, egy nagy pofon, vagy netán csípős megjegyzés megoldhatja gyorsan a problémát, hajrá lányok, nem kell megvárni, amíg elmérgesedik a helyzet. A volt főnököm az első héten megjegyezte, hogy sokkal jobban áll nekem a farmer, mint a cicanadrág, ha tehetem, farmert hordjak. Ezután, ha nem így tette, minden alkalommal szóvá tette, hogy ez a nadrág nem előnyös nekem, írja Betty. Ez nyomasztó. Aha. Tehát ez a klasszik, amikor nem feltétlen egyértelmű zaklatás, de egy után azzá tud válni. Mert már zavar, nem? Uh-huh. Tehát, hogy minden nap megjegyzést tesznek arra, hogy te miben vagy. Igen, látod, és itt sem volt semmi, nem utalta arra, hogy csináljunk egy görbe estét, vagy hétvégén, csak azt mondta, hogy a nadrág. Valamit. Igen, igen, igen. De ezt is lehet kultúráltan. Tehát, hogy amikor mondjuk megjegyzed azt, hogy ez a ruhadarab jól áll, vagy jobban áll, vagy nem tudom mi, akkor hát az lehet kultúráltan. Éppességi jól is eshet neki. Igen. Azt mondja, hogy engem üldözött az 50-es főnökasszonyom, hogy hegesszem meg. Szerintem ne folytasd az SMS-t. Igen, nem beolvasod. Én mondtam neki, hogy már túl nagy a repedés, ezt már nem lehet befoltozni, üt ne hívjatok. Azért 50-es főnökasszony üldöz, ugye? Azért az is nagyon kemény. Igen. Egy könyvelőirodában voltam karbantartó, nekem nem csak, hogy fogdosni kellett a főnökasszony hátsóját, de még az volt a kérés, hogy minden hétfő szerdán reggel és délután masszírozza meg a talpát. Anna, lehet, hogy vele beszéltél. Ha nem teszem meg, elmondja a nejemnek, hogy a főnökasszony húgával volt egy délutáni kalandom a szeméttárolóban. Na jó, hát. Aha, tehát akkor volt kaland, atya úr is, de most nem tudok beszélni, a nejem velem van. Igen, ez az SMS, azért ez nagyon azért durva. Azért törölt ki majd az SMS-t, jó? Ez nagyon durva. Ja, mondjuk itt én nem tudom őszintén sajnálni a srácot. Nyilván itt van mögötte valami. Azért a főnök azt mondja, hogy is elbeszélgetnék. Hát, konkrétan megcsalta a feleségét, valaki ezzel tisztában volt, és ezzel próbált meg visszaélni. Tehát, hogy azért ez... Igen, kemény. Na, várjuk még az SMS-eket, jó? Írjanak nekünk, hallgatok. Hát, ha valakit adásba tudunk tenni, mer róla beszélni, hogy mi történt. Ákos, 9... neked valami, hogy... beültél. Mondjad? Nem volt neked soha női főnököd? Női főnököm nem volt. Nem volt. De a férfit zaklatott. De volt férfi, aki viszont zaklatott. Most miért húztok be a csőbe? Hát, csak én kérdeztem. Háromnegyed kilenc lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, arról beszélgetünk, hogy mi van, amikor az embert zaklatják szexuálisan a munkahelyén. A Bild német napi lap egész oldalas összeállítást közölt egy esetről, miszerint egy düsseldorfi cégnél óriási botrány robbant ki. Egy dolgozó durván zaklatott egy nőt, nem lett semmi komoly következménye ennek ellenére, mert hogy felettese jó munkaerőnek tartják, és nem rúgták ki az illetőt, óriási
balhé van belőle most Németországban, hogy hogy nem. Ugye nyilván különböző női egyesületek, feministák, mindenki azt mondja, hogy már pedig igen, tessék. És igazuk is van. Is van, abszolút. Nyilván, és arról beszélgettünk, hogy Magyarországon mi a helyzet, honnan számít ez a dolog zaklatásnak, mi van akkor, ha nő zaklat férfit, van-e ilyen, hogy női főnök, egyébként sok SMS árulkodik, hogy van, és hogy mit tud csinálni ilyenkor egy nő. Na, itt van Jácint velünk. Hello, Jácint, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Az mindig érdekes, egy férfi beszél arról, hogy őt zaklatták. Ritkább talán, de mégis hát, sokszor megtörténik. Igen, előfordul néha. Hát velem pontosan az az eset történt meg, hogy ugye mi egy cég vagyunk, aki dugulás elhárítással foglalkozunk, és kihívtak minket egy helyszínre, egy hotelhoz. És a munka végén, amikor a számla kifizetése került volna, akkor elvonult a vezető hölgy, az ottani hotelnek a vezetője egy szobába, visszajött a pénzzel és egy laptoppal a kezében, majd a laptopra elindított egy zenét, és arra kért minket, hogy mind a hárman táncoljunk neki. Nem mondott komolyan. De a pénz ott volt a pulton, és azt mondta, hogyha meg szeretnénk kapni ezt a pénzt, akkor táncoljunk neki. Munkaruhában, de munkás ruhában, erotikusan, és akkor a pénzre. Ez annyira filmszerű, hogy ez hihetetlen. Ez elképesztő. Ez egy viccesebbik része a dolognak, de hát ugye táncolni kellett a pénz. Jó, de nem mondani, hogy nem rögtetek. Hát dehogy nem, hát ott ugye videófelvételt is csináltunk róla rögtön, hogy ugye ott táncolni. De mert ki csinált róla, hogy ti csináltatok magatokról? Hát hárman voltunk, igen, a kollégákkal, és akkor ugye, hát mind a hárman nem, de hát valakinek áldozatul kellett esni, és az egyikünk táncolt, a másik kettő pedig rögzített. És eszetekbe se jutott, hogy mondjuk balhét csináljatok, vagy kikérjetek magatok, mert teljesen egyértelmű, hogy fiúk, táncoljatok. Jó, hát akkor, akkor táncolunk. Tehát ez nem ennyire egyértelmű, hát ez ugyan a vicces, de ugyanakkor megalázó is, nem? Egy-két napig azért volt róla szó, még utána is, de inkább... És mennyi ideig táncoltatok? Egy percig? Két percig? Hát amíg az zene tartott, ez egy olyan 3 perces szám volt körülbelül. Ja, hogy berakott egy zenét? Egy zenét berakott, igen, és akkor ott... És hogy mit csinált közben? Hát ő csak mosolygott és nézelődött. És ti meg ott ilyen melós ruhába, ilyen kertészgatyába, bakancsba, ott táncoltatok az irodájába? A recepció, hotelnek a recepció. Jól nézett ki a hölgy? Olyan. Nagyon csinos volt a hölgy is, meg a kolléganője is elég csinos volt. Ja, mert hogy hívott egy kolléganőt? Nem, a recepciós hölgy az ott volt a recepción, tehát ő a főnök asszony, a hotelnek a vezetője volt. Készülnék becsekkolni egy ilyen hotelba, és látnám, hogy A2 nő a pult mögött, és 3 csőgőrényes pali táncol neki. Gumicsizmába, kezes lábasba. Édesem, jó, biztos, hogy ez a hotel, ahova jöttünk? A kollégámnál megvan a felvétel, majd fel fogom hívni, és elküldetem nektek. Na, azt várj. Ez nagyon kemény. De te kicsit erre büszke vagy, én azt hallom, hogy azért te, hogy szívesen táncoltál, azóta eszedbe jutott, hogy táncolnál még? De neked ez annyira azért nem volt bántó vagy megalázó? Hát egy picit az volt, mert ugye őszinte vagyok, 110 kiló vagyok, és nem az a sportos alkat, tehát nekem erotikus tánc az nem igazán áll az alkatomhoz. De... Hát a hölgyeknek bejöttetek? Tehát ezzel semmi gond nem volt. Végig mosolyogták, igen. Hát tök jó. Hónapokkal ezelőtt nálunk is volt egyébként duggalás elhárítás, eszembe se jutott, de most már egy picit így bánom, ha ezt így lehet kérni. Azért ez nagyon. Kérni, nem. Én nem tudom, hogy táncoltam volna, szóval én úgy elküldtem volna a fenébe, de tényleg, tehát hogy azért... Hát ezt kérni külön nem lehet, de hát ugye megesett a dolog, tehát nem lehet külön kérni nálunk azt, hogy a munka elvégzése után, mit tudom én, táncoljunk. De ez így most megtörtént. Ha többet kértek volna a hölgyek, azt mondják, hogy egy kicsit kevesebb, vagy nem tudom, mit én, kevesebb ruhában táncoljatok, azt is megteszed? Azt nem, azt a kollégámra bíztam volna. Igen. Ha dugulást is kérnek, nem csak elhárítást. Azóta voltatok ott, vagy kellett menni? Azóta nem, de úgy hallottam, hogy volt azóta probléma, garanciába vissza kellett volna menni, de én már nem mentem vissza. Aha. Hát azért ez nagyon kemény. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát nektek. Köszi. Ciao. Hello. Ez kemény. Az nem? Nagyon komoly. De a nő is mennyire beteg egyébként. Gondold el, hogy arra izgul, hogy 3 ember ott kezes lábasba, bakancsba, egyébként gumicsizmába táncol neki a recepción. Nem? De nyilván ez nem csak egy szexuális perverzió, ez a hatalomvágy, hogy te most megteheted, hogy neked ott 3 táncolnak. Tehát, de azért ez is megint egy ilyen kicsit ilyen ellentmondásos dolog, mert tényleg, ahogy te is mondtad a filmen, ha
a filmen látod ezt, akkor azt mondod, hogy mekkora poén. Érted? Ha meg tőled kérik, és persze, te adod elő, nem, akkor nem, meg szörnyű kellemetlen. Igen, igen. Itt van Timi. Hello, Timi, jó reggel. Ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Na, veled, téged is zaklattak, hogy a főnököd zaklatott? Nem, hál' Istennek, nem munkahelyi dolog volt, ez az autós iskolában volt, az autós iskolának a vezetője volt, aki zaklatott engem. Hát ez úgy volt, hogy egy ilyen csoportba tartják ezeket az oktatásokat, de én nem tudtam elmenni az egyik órára, ezért megtartotta ezt nekem így négy szem közt utána ezt a pótórát. És akkor ilyen dolgok voltak, hogy mondjuk így kérdezett valami kressz kérdést, és mondtam, hogy nem tudom a választ, mondta, hogy egy pusziért cserébe szívesen megmondja. Mondtam, hogy hát köszönöm, akkor inkább megbukok a kressztesztem. Aztán utána leült mellém szorosan, tehát a terembe bárhova ülhetett volna, de így kis hián majdnem, hogy rám ült a bácsi, hogy együtt töltjük ki a kressztesztet, és így bújt oda hozzám, és igazából azért akartam ezt nektek elmesélni, hogy azt lássátok, hogy mi nők, tehát hogy én éreztem magam rosszul, hogy most én vagyok ebben a hibás. Tehát, hogy utána felhívtam édesanyámat, felhívtam az akkori páromat, és ők mondták, hogy ez nem normális, hogy így bántak velem, és én mégis attól féltem, hogy ezt én váltottam ki, holott semmi nem tettem, amiért ezt. Igen, hát ez sajnos igen, egy természetes reakció, tehát az ember önmagát kezdi el okolni, vagy még azt gondolja, hogy félreérti ezt a helyzetet, vagy talán benne van a hiba, nem, közben nyilván nem, de hogy is nem erről van szó, csak sokszor a nők talán így gondolkodhatnak, igen. Igen, hogy igen. Meg kell, hogy erősítsenek, hogy dehogy is, hát te nem csináltál semmi rosszat, meg ezért nem egy természetes dolog, és ezt nem szabad elfogadni, leginkább nem magadban keresni a hibát. Azt megmondtad neki, vagy beszéltél vele? Hát volt, lett volna rá lehetőségem, amikor, mert én utána ki is léptem, tehát két órát még ott végig kellett tehát ülni, akkor elmondtam az egyik srácnak, aki ott volt még a társaságból, azt mondta, hogy ne aggódjak, ott lesz végig, és amikor kiléptem, akkor ki kellett tölteni egy papírt, hogy én miért léptem ki, és azóta is sokat gondolkozom, hogy tehát én nem írtam be, hogy emiatt, azt írtam, hogy egy másik iskolát találtam, mert nem akartam konfliktust, mert akkor jöhet avval, hogy én vádaskodom, mert nem tudom bizonyítani, ketten voltunk ott. Igen, hát a beszélgetésünk lényege tulajdonképpen ez, hogy ez most oké, hogy Németországban kiderült, de hogy Magyarországon sem nagyon derülnek ki ezek az esetek. Tehát, és pont a lélektana érdekel bennünket, hogy miért nem. Tehát te is, aki mondjuk düböl indulatból akár teljes joggal feljelentést tehettél volna, megírhattad volna, vagy legalább megszégyeníthetted volna ezt az embert több ember előtt. Hogy ezt miért nem? Én nem azt mondom, félreértés ne essék, hogy hibás vagy azért, mert ezt eltűrted, mert semmilyen úton, módon nem lehet az hibás, aki ezt elszenvedi. Nem erről van szó, ezt nem szabad összemosni. Csak a lélektana érdekel, hogy itt vagy te, mint egy ártatlan nő ebben a dologban, itt van ez a szemét, és mégis te vagy az, aki azt mondod, hogy hát nem akartál akkor konfliktusba kerülni. Igen, mert nem tudom bizonyítani. Tehát most az én szavam van az ő szava ellen, most neki van egy autós iskolája, ellehetetleníti azt, hogy én utána ne tudjam megcsinálni a kresszvizsgát, ne tudjam megcsinálni az egészségügyi vizsgát. Tehát bennem volt ez a félelem, hogy akkor ő most itt nekem ellehetetleníti az egész. De átmész másik iskolába. Vagy... Egyébként utána ez lett, és ott el is meséltem a történetet, és mint kiderült, hallottak már erről az emberről. Tehát ezt több helyen csinálta. Igen, csak nem nyeri el ugye a méltó büntetését, ez a baj. Hogy a következő nővel megint meg fogja csinálni. Simán. De egyébként ez a példa is mutatja, hogy azért a zaklatás és zaklatás között is mekkora különbség van. Tehát egy recepción táncolni két, vagy recepcionál táncolni a haverjaid, a munkatársaid együtt két nőnek, gyakorlatilag nyilvánosság előtt, van benne egy humorfaktor. Ebben, amit te elmeséltél, semmilyen szintű humor nincsen, ez egyszerűen borzasztó. Igen, igen, nagyon-nagyon kemény. És ugye aztán még neked kell bizonyítani, tehát kvázi meg is hurcolhatnak, nem? Tehát sok nő nyilván ezért nem beszél erről, vagy nem mer erről beszélni. Igen, igen, hát ez egy kemény helyzet. Azóta meg lett a jogcsit, megcsináltad gondolom, nem? Meg, igen, meg a másik iskolában abszolút pozitívan álltak hozzám, ugye a történet alatt elintéztek minden papírt, hogy nekem többet ne kelljen ehhez az emberhez mennem, úgyhogy ők nagyon korrektül álltak hozzá. És ott nem is volt ilyen nyilván, persze. Nem, egyáltalán nem. Igen, Timi, köszi, hogy elmondtad. Nincs mi. Jó munkát neked, ciao, hello, hello, hello. Kemény SMS-ek jönnek egyébként. A főnök azt, hogy megkért, hogy masszírozzam meg a mellét. 27 éves nő vagyok. Ez egy neves multinál történt. Ez az a téma ugyanakkor, amire a nők vissza tudnak élni. Engem nemrég helyeztek át, mert egy hölgyike azt adta be a főnökének, hogy kikezdtem vele. Az igazság az, hogy egy méternél közelebb soha nem mentem hozzá. Mindenki csodálkozott a kollégái közül is, mert mindig ő jött utána. Engem a vezető közül senki nem hallgatott meg, hogy mi történt. No comment. Ugye ezért nehéz ez a helyzet, ugye?
hogy ugyanakkor nyilván sokakat pedig megvádolnak ártatlanul, meg van a másik olvasata is ennek ebben a történetnek. Ebben a lány vagy a hölgy valószínűleg akart valamit az SMS írójától, ő viszont nem. Látod? És akkor ennyi. És ennyi a bosszú, hogy azt mondod, hogy zaklatod, és már nincs is munkahelyed. Igen. Nos, én se tűrtem, már régóta nem dolgozom ott, kaptam végkielítést bőven, mivel a munkámban nem tudtak belekötni. Mindig a kettesben eltöltött vacsorák voltak erőltetve. Uh-huh. Mikor szóvá tettem, hogy ez nekem kellemetlen, onnantól kezdve más volt a megítélésem, bármit csináltam, az rossz volt. Örülök, hogy már nem vagyok ott, de annak is örülök, hogy nem hagytam magam. Ti, írta nekünk. 18 évesen az első munkanapomon a főnök hátát simogatva megkérdezte, nem viselsz melltartót. Te meg 6 hétig gipszes kézzel szeretnél dolgozni, többet nem próbálkozott, írja egy hallgató. Ez jó, ez dögös. Ha valaki ezt megmeri csinálni, és látod bejön, akkor az szuper, de szerintem kevés nő van, aki ezzel vág vissza. Kirakod rögtön az irányjelzőt, hogyha csirájába elfolytod rögtön az összes ilyen próbálkozást, akkor az jó. De mégsem az a jó megoldás, hogy igen, hogy ez a nők feladata. Tehát vagy az a jó, nem az a jó olvasata, hogy ezt a nőknek kell tudni megakadályozni. Nem elfogadható, persze. Igen, de értem, hát ezt, igen, keményen fel kell lépni, persze. A főnököm rendszeresen célzásokat tett arra, hogy mit tudna velem művelni, mikor leállítottam, hogy inkább a kisfiával és a terhes nejével foglalkozzon, betanította a kisfiát, hogy fogdosson minket. Ne már! Ne! Fogdosson, és hogy miket mondjon nekem. Tehát a kisgyereket küldte oda a férfi főnök. Ennyire durva. Itt durrant el az anyám, félrehívtam a gyerek előtt, és közöltem vele, hogy a 4 éves gyerek nem talál ki magától ilyeneket, állítsa le magát végre. 3 nap múlva kirúgott, azzal az indokkal, hogy nem mosolygott eleget a vevőkre. Jézus, kemény, nem? Beteg állat. Azért ez is kemény, nagyon keményesebbesek vannak. Sok beszélni kevesebben mernek, de keményesebbesek vannak, igen. Nekem a műtét után a beteghordó fiú tett ajánlatot, a telszámát is odaadta, hogy hívjam, jön, nagyon kiakadtam, hol élünk. Üdv nektek, ő se írja alá egyébként. Nagyon kemény. Az én régi főnököm 1 évig le akarta szedni rólam a gatyát, amikor már máshogy nem ment, megzsarolt, hogy le leszek fokozva. Azt mondtam neki, hogy meleg vagyok. 1 hónap múlva majdnem le is fokoztak, de sikerült kirúgatnom a banyát. Írja valaki. És írtak a recepcióról. Nem a recepcióról írtak, mert azt hittem, hogy közben jelentkeztek a recepcióról is, és jött egy SMS. Igen, hogy nem sikerült megcsinálni a budit, és hogy ezért kamu volt. Már rögtön rámozdultunk, persze, Julival itt rögtön, nem, kamu, persze, poénból írta. Az tényleg táncolt, szóval ott nincs mese, nem fognak írni. Hát valahol egyébként az is döbbenet. Hát egyébként. Síralmas konkrétan. 3 pali ott áll, és nyomorultul táncol, hát szinte mit csináltam volna de vele. De miért nem mondtak nemet, tényleg? De miért nem mondtad? Tehát, mi a lélektan egy ilyen szituációnak, hogy se nő, se férfi sokszor nem mond nemet egyébként, ebben ez az érdekes, hogy nekiállsz a recepció nyomorultul táncolni. Tetszett egy picit. Nem. Két, az nagyon egyszerűnek kellene, hogy téged azt, hogy leteszik a pénz az asztal, és megkapod, ha táncolsz. Két úgy küldeném el az anyába. Nem látták a pénzt. Nem igen. Tudom. Most neked valaki letenni az asztal, és azt mondja, Ferikém, kifizetjük a számlát, ha táncolsz, az állat. Úgy küldenéd el az anyába, hogy az anyát táncoljon neked. Őszintén mondom, én táncoltam volna. Ott vagyunk 3-an a haverjaimmal, munkatársaimmal, érted? Tehát ez egy olyan szituáció, ez lehet röhögni. Aki vagy annyira önérzetes, hogy azt mondják neked, hogy kifizetlek, ha táncolsz, úgy küldted volna a felébe, hogy arok, tehát nyilván táncoltál volna most, pénzért, most nem... te az a típus vagy, aki egyébként téged pénzért lehet táncolni. Jó, rosszul bár, néznek rá. Nem a műsor vezetőjére beszélünk, hanem ha mondjuk dugulás elhárítóként. Ja, jó, de ez egy másik ellen. Jó, hát azt nem tudom, milyen ellen vagy, mert akkor az fantázia. Most így, ha te most nem műsorvezető vagy, hanem Vadó Janniként, de valaki rosszul néz rád, és nem köszön elég hangosan, ezért egy fél napig kiborulsz. Neked azt mondja, Janikám, kifizetlek, itt van, táncolj egy kicsit. Szerintem egy év múlva is még belebetegedve beszélnél az esetről. Nem, hogy idáman táncolnál, nem mondnál. Ott állnék a virággal, meg Mónival bánkon a hotel recepciójánál, és tudod, így rendeznék a számlákat. Oké, rendben van, csak elindultjuk. Márciusi bérét így adod a Janinak. Itt egy sót a szobában. De az a típus vagy, aki azért úgy táncolsz. Hát, hogy azért most már táncolnod kell? Igen, igen. Még így csetinjetek, te meg táncolsz. Egy héttel persze 3 hetet számlázom csak. Hát a betegszabadság, az sajnos az lehet. Ott a tálkrézes papír rohadjál. Hány százalékon kell fizetni a tálpénzet? 120. Arról van szó, hogy vannak önjelölt hülyék, akik az életüket arra teszik föl, nyilván nem is jól fogalmazok, hogy nem hülye. Tehát ő egyszerűen meglátott egy olyan piaci részt, ahol be lehetett férkőzni, aki elmegy hasonló tanfolyamokra, szerintem az a kicsit flugos. Vannak olyan férfi-női párkapcsolatokat elemző, magukat szakértőnek mondó emberek, akik pénzt szednek le úgy, hogy vagy tanfolyamokat indítanak, vagy interneten keresztül adnak neked tanácsot, és erre te előfizetsz, vagy ne adj Isten, mondjuk ingyen meghallgatod,
bár a legtöbb ezért pénzt kér. És talált az egyik internetes honlap egy társas dinamika szakértőt. Dinamika? Társas dinamika társas szakértőt. Dinamika. Ez nagyon jól hangzik. Társas dinamika. Aki férfiakat képez ki arra, hogy hogy tudnak becsajozni. Uh-huh. Már a járásukkal? Itt most ő egy 3 perces előadást tart arról, hogy ha te jól jársz, akkor neked nagyobb esélyed van egyébként becsajozni. Mondja ezt egy olyan ember. Adja? Tessék? Ezt már pénzért adja, ezt a tudást? Ez a tudás, ez most lehet, hogy ő ingyen feltöltötte egyébként, hogy okosodjanak a férfi társai. Egy alapfokot feltöltött. Mindenesetre arról szól, hogy tudsz te csajozni azzal, hogyha szép és jó a te járásod, és vannak férfiak, egyébként nem kevesen, akik tényleg kifizetnek nem kevés pénzt egy hétvégi tanfolyamra, hogy ilyen önjelölt őrültektől hallgassanak egyébként különböző tanácsokat, hogy hogyan legyél te férfi. Stílus tanácsadás, vagy hogyan legyél te még férfiasabb. Gondold-e, kik mennek el egy ilyen tanfolyamra? Hát, nagy a baj. Ő társas dinamika szakértő. Aha. Kicsit belehallgatunk, hogy mit mond ő a járásról, hogy lehet csajozni? És utána nézzük meg, hogy van-e ilyen OK-i és képzés, hogy társas dinamika szakértő. Társas dinamika szakértő. Mi az, hogy társas dinamika? Tehát két ember között fellépő társas dinamikai megnyilvánulási formák, a kommunikáció, az ismerkedés, amikor te tulajdonképpen verbális kapcsolatba kerülsz egy másik emberrel, az már a társas dinamika része? Hát, az első találkozástól kezdve szerintem, ahogy meglátod a másikat, akkor minden jel üzen, hogy nézel ki, és hogy jársz, ezek szerint az is. De a társas dinamika az nem az, amikor már együtt mozogtok? Hát de az már az első meglátásnál, amikor így rápillantasz valakire, az már együttmozgás. Még messzi együttmozgás, de már az. Ez nem szóló dinamika? Ja, a járás, de. A járás a szóló dinamika. Amikor már összejöttetek és együtt jártok, akkor az a társas dinamika. De már akkor üzensz az egyedül lévő járásoddal annak, akit ki akarsz kapni a tanulmányból. Na látszik, hogy magad. Nekem van a legnagyobb szükségem erre a szaktudásra. Elmész erre a tanfolyamra. Igen. Jó, kifizettél mondjuk 30 000 forintot, beülsz és meghallgatod XY Igen. társas dinamika szakértőt. Jó napot kívánok, látta, hogy jöttem egy dráma, ugye? Na, segítsen rajta, megyed szívesen. Akkor ő most hozzád beszél. Te vagy egyedül ezen a tanfolyam, mert sokan még ezt az embert nem ismerik, és elmondja neked, hogy kedves, hogy hívják magán? János. Hogy tud ön becsajozni a járással? Te hallgass meg. Ugye, tehát nem mindegy, hogy egy férfi... Hoppá. Egy kis zenei felvezetése van. Aha. Gratulálunk a vágónak. Tessék. Nem, én voltam. Ja. Hogyan kezd vel az emberek figyelmét csupán a járásoddal? Te már itt ülsz az első sorban, és kajálom. Már nagyon kajálod a dolgot, figyelj. Na, sziasztok, szóval... Na, köszönöm. Na, sziasztok. Meg egyedül vagyok, nem látsz? Egy gabonasilóban vette fel, mert egy finom alapza azért van, hogy... Fontos, hogy tudjatok járni. Az tényleg. Ugye, nem mindegy, hogy egy férfi hogy jár, hogy sétál, azzal hívja fel a figyelmét a nőre, illetve bárki más jobban felfigyel, hogyha a járásod megfelelő. A járás az alapvetően, majd fogok mutatni, de alapvetően mindig úgy kell elképzelni, hogy képzelj el a fejed búbján egy kis fonalat, és akkor mintha valaki így ki akarna húzni. Hát nagyon sok férfit látok úgy, hogy egy görbezt, hogy a minél idősebb, annál jobban begörjen. Eddig? Na itt most magamra is mentem. Az beszélt? Igen. Begörnyed, és az nem jó, hanem húzd ki magad, és sétálj teljesen erőből. Pozícióból. Jó, ezt jegyezd meg, várjál. Írd föl, pozícióból sétálsz. És erőből. Erőből és pozícióból. Mi az, hogy pozícióból sétálok? Hát én ezért szeretem az ilyen videókat. A pozícióból eljutok a B pozícióból. Hát tulajdonképpen ez. Hogy legyen egy pozíció, amiből elindulok, és erőből sétálok. Aha. De nem lazán kellene sétálni? Nem, erőben, hogy megmutasd, hogy kemény vagy szerintem. Most de mi ez olyan, hogy a verem a vigyázt az alakuló téren? Jó, pontosan ugyan. Még van. Egyenesen. Ez azért fontos, mert így sokkal jobban előjönnek a férfi értékeid. Értitek, hogy mi? A férfi érték. Erő. Tessék? Erő. A tánctanárom szokta mondani, hogy sokkal jobban észrevesznek így a lányok. Nem csak szórakozó helyen, nem csak egy tánc mulatságban, hanem az utcán is. Egy tánc mulatságban. Nem csak a tánc mulatságban veszek észre. Mindezt egyébként egy betűrt ingel, egy kisméretű bőrkabáttal, egy márvány koptatott farverban. Zseniális. A tánc mulatság kifejezés egy kicsit jóka is azért.
Még egyszer mondom, húzd ki magad, okay. Egyenes, igen, és van. Erre figyelj oda, erőltesd. Tehát, hogyha észreveszed, hogy egy picit már így megy el, akkor húzd ki magad. A vállad fent, fejed. Nagyon-nagyon szemléletes, főleg minél magasabb valaki, magasabb tanítványaimnál. Oh. Csak ezt az egy dolgot meg... Neki tanítványai vannak. De jó. Tehát neki vannak tanítványai. Uh-huh. Láthatsz, hogy hirtelen kivirul minden körülötte, és egyértelműen látszik, hogy a nők sokkal jobban felfigyelnek rá. Tehát érdemes ezt használni, érdemes, hogy ezt gyakorold, és nap mint nap szokásoddá tedd ezt. Hol sétál az ember? Hát, vagy úttest? Vagy mi? Ott van. Figyelj, nagyon komoly. Ő a stílus tanácsadó. Igen, most ki tudtam tenni, igen. Nagyra. Ő a szensei. Igen. Négy danos társas dinamika oktató. Jézusom, gyerekek, hát... Aha. Na, várj, de milyen megmutatom a járást, figyelj. A dolgot. Nem könnyű, hogyha berögzült egy ilyen, hogy váll előre, stb. És a görnyet, vagy ezt keresztül vinni, hogy ez szokásoddá beépüljön ez a dolog, hogy átváltoztasd így a... Figyelitek, hogy mit mond? Figyeljük, hogy mit mond? De értelmezni még nem sikerült. Az életedet, de nagyon fontos. Miért? Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha a testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Mondja ezt ő, aki egy percig nem áll meg a helyén, érted? Tehát olyan zavarban van a csávó, hogy jobbra-balra. De várj, bemegy a tömegbe, és mutatja, hogy kell járni. Egyetemben kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz egyenesen. És ilyen megy. Illetve kihúzod magad. És egy beépített ember megfordul utána, arra jó. És megy. Vigyázzálás produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így összegörnyed. Picit nekem ez a vigyázbek a kilok mozgás inkább. Sajnos a hallgatóink nem látják, feltesszük a Facebookra. Ő a Váci utcában vette föl ezt a jelentet egyébként. Hátulra mutatják, hogy mindenki átgázolva megy. Tehát ő hasít. Aha, és senki észre nem veszi. Egy sékes, epersék, vagy van, hogy a sék van a kezében. Tehát úgy még menőbb az ember egyébként. Hadsz a testedre, a tested, mivel érzékeli a tested, hogy te magabiztos vagy, ezért a tudatodra is visszahat, hogy te magabiztos vagy. Jó, majd fogok mutatni egy-két dolgot, ami még nagyon fontos. Megáll és igazít. És jobbra mellette egy tanítvány. Következő történik, hogy megáll, hátulról mutatja a kamera, megáll a Váci utca közepén, és igazít egyet a fenekén, kicsit kacsább járásban indul el. És ő gyerekek tréningezi a férfiakat, és vannak, akik elmennek erre a tanfolyamra. De figyeljetek, én nem csak beleképzelem, de ez a srác, ez megfeszíti mind a két farpofáját, és összeszorítja a járás közben. Tehát olyan, mint a diót törni akarna a két farpofával. Teljesen görcsös, ahogy megy. Lehet tolókocsi, babakocsi, itt már megy. Akkor is, jó? Na, kezdjük, nézzük meg ezt a sétát. Mutasd, mester, taníts! Nézzük meg a sétát. Jó, húzd ki magad, és fogod látni. Hátulról mutatják, ember rá nem néz. Figyeljétek, senki rá nem néz, tehát senki. Na, most indul el. Gyönyörű. Jobbra-balra ingó felsőtest, kicsit mackó sarka. Én már kezdek bele havarodni. De miért megy oda be közéjük? Látod? A bal oldalon simán el tudnál menni, és ő belemegy a tömegbe. Na most megmutatom a rossz verziót, tehát amikor így kitérsz. Ráadásul egy kicsit gyönyettem, hogy ilyenkor... Hát ez beteg. Mennyire mennél el, Jani? Erre a tanfolyamra? Igen. Ez megint az a helyzet, amikor nagyon kellemetlenül érzem magam. De én meg imádom. Na látod, neked kellene elmenned, mert a vízolalolvasóval is teljesen másképp válsz, mint ahogy én. Én meg akarok szabadulni tőle nagyon gyorsan, te pedig kiélvezed minden pillanatát a szürreális szituációnak. Na most ennél szürreálisabbat, mint a társas dinamika oktatás, most azért elég régen láttunk már. Figyelj, lehet, hogy velem van a baj.
De imádom ezeket a videókat. És ő jár, mint egy ilyen kis kacsa, tehát hogy mutatja a fenekét. De higgyetek el, hogy vannak férfiak, akik tényleg egyébként elmennek, meg nők is elmennek ilyen típusú tanfolyamokra. Tehát van egy napos tanfolyam, két napos tanfolyam, 75 ezer forintért, ahol téged megtanultanak járni többek között, és attól te elhiszed majd, hogy jobban tudsz csajozni. Nem elhiszem, ahogy ő fogalmazott, hogy, hogy a magabiztosság kiüljön a testbeszédemre. Ő ezt mondta, így fogalmaz. Erőből. Kihúzom magam, jobban észrevesznek? Igen. Milyen hülyén jársz, mint a karót nyeltél volna. Mi lehet a baj a srácnak? Reméljük, talál hamar WC-t. Azért meg nem hiszitek el, de hogy meghallgattam az adást, kihúztam magam, és mindenki engem néz. Ez a srác egy profi. Tehát van olyan, tehát miért mész el ilyen tanfolyamokra? Nem sikerül becsajoznod, vagy nem vagy sikeres a nőknél, és ez egy ilyen végső mencsvár lehet? Hát ez már végső kétségbeesés. Végső kétségbeesés? Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy amikor már tényleg már semmi sem működik, akkor mondjuk, ha túl vagy már a csajozós dumákon, az összes a rossz tippen, amit a haverjaitól kaptál, az összes kudarcon, csalódáson, és akkor még valami, hát ha van valahol egy szalmaszál, és akkor jön a társas dinamika oktatás. Figyeljetek, én összedobom valamelyik kötöknek. Jogszóval. Ha ez egy egynapos dolog, nem megy el valamelyik kötök? Megvan most, nyilván nem mondom be a portát. Nem mész el, Jani? Ha ezzel célzott arra, hogy neked van kettőnk közül szüksége erre. Egy napot tölt kíváncsiságból, hogy mit tanul meg az ember egy ilyen egynapos járás tanfolyamon. Basszus, órákat fogsz elrabolni az életedből. Csak igen, és ez borzalmas. De ki fizeti? Na? Ha elmész, én már úgyis tartozom egy wellness-ét végével, arra sem mentétek. Ja, elmész, ja, igen. Az majdnem ugyanaz. A kettő közül valamelyiket választnál. Tehát, én láttam egyszer, hogy kitart ilyen tanfolyamot. Egyszer egyébként föl is hívtunk egy stílus tanácsadót, vagy itt volt, nem, itt egy volt, mert emlékeztek, randigurút fölhívtunk, és behívtuk adásba, igen, beszéltünk vele. A randiguru az, aki ugye soha nem randizott, tehát hogy így vagy nem jött össze neki, nagy hatásfokkal így a csajonak, akit így kinézett magának, kb. 90%-át el is bukja, és ő ugyanez a kategória. Ez a srác nem tud járni. Semmi természetesség, semmi lazaság, semmi flottság, semmi maga, tehát hogy pont minden hiányzik belőle, amit ő elviekben oktatni kellene azoknak, akik elmennek hozzá. Állítólag ez a fiú ugyanaz, aki évekkel ezelőtt már telefonos videókat, átverős videókat küldtöltött fel a YouTube-ra. Uh-huh. Tehát ugyanarról a srácról van szó. De most megtalálta az utat, hogy ez az, amihez ő ért. Most megtalálta az utat, uh-huh, hogy csajozni nem tudó férfiaknak segít egy kétnapos továbbképzés keretein belül, de hogy ő az, aki egyébként hétvégén, vagy régebben évekkel ezelőtt telefonos átveréseket töltött föl, amik egyébként állítólagosan zseniálisak. Uh-huh. Tehát ő ugyanaz a srác. És ugyanazt csinálja. Nagyon jó. És van más témakör is, vagy csak a járás? Nem, van egy oldala, nyilván azt én még nem néztem meg. Aha. Nem néztem meg. Igen. De ez megvan, hogy miket mondod? Hogy tök mindegy, hogy mi jön szemben, ne térd ki babakocsitól. Ti értelmeztétek, hogy ő közben miket mond? Tudom, hogy többször meg kell hallgatni, de azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mi jön, ne térd ki. Igen, kell, vonal van a fejed búbjától lefelé, ahhoz kell igazodnod. Jöhet babakocsi, tolókocsi. Mm-hmm. Tehát egy nagyon humánus megoldás. Egyébként, hogy jöjjön a Váci utcában 30 ezer forintért megtanulsz sétálni, akkor bármi jön, ne térd ki. Ezt te megtanulod egy tanfolyamon. Ne térj ki a babakocsi elől. Így van. Babakocsi, tolókocsi. Tehát, hogy ne csak magabiztos legyél, hanem gyökér is. Milyen a képzeletbeli fonál, amit úgy kell járni, hogy átvezeted saját magadon? Átvezeted saját magadon, és akkor ki vagy húzva? Erőből vagy kihúzva? Erőből, és erőből is sétálsz. Hogy erőből kell sétálni, és pozícióba. Azt mondtál, pozícióba, erőből sétálsz, nem térsz ki. Na, akkor három, ezt jegyezd meg. Azért nem értjük ezeket a dolgokat, mert nem tudunk normálisan sétálni. Tehát nem értünk ez a dologhoz, és ezért nem értjük még őket. Igen, hebrencs módon össze. Tényleg kifizetem, menj már el erőből járni. Menj már, légy, menj el hozzá. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Az drágább. Én nem fogok a Váci utcába sétálgatni ezzel a szerencsétlennel. Hát, kérdezzem valami nyilvános helyet. Mondjuk, ha valami a külvárosban valahol találkozunk valamilyen, hogy egy szántóföldön, akkor... Telefonáljanak már nekünk nők, tényleg. Írjon már nekünk egy nő, akit vissza tudunk hívni egy szexi 30-as hangú, de nem baj, ha nem 30-as, 40-es, 50-es, tök mindegy, hogy milyen, hogy nézik el, vagy szexi el, hogy egy pasi hogy jár. Tehát, hogy mi férfiak egyébként megfigyeljük, hogy a nők hogy járnak. Ugye szeretjük a mozgatja kicsit a csípőjét, de tud a szexi lenni azért, hogy egy nő
hogy jár. A nő az nőnél persze. Egy nő tud rondán menni, meg tud szexi menni. Vannak olyan nők, akiknek kifejezetten jól áll, ahogy mennek, mert kicsit mozog a csípője, szexi, és valahogy van a mozgásában némi erotika. Hogy telefonáljon már, bár egy hallgatónk, aki nő, mondja már el, hogy ők figyelnek-e bennünket férfiként, hogy mi egyébként hogy járunk. Hogy izgatja hogy szexi, őket, látják, hogy erőből járunk. Hogyha megtanuljuk, hogy a Jani elmegy hétvégén, és megtanulja az erőből fonalon jár. De én a hétvégén nem fogok beáltozni a porosát. Jó, akkor ha van egy hétvég, egy délutáni tanfolyam, akkor akkor én esküszöm, hogy befizetlek. Valaki csörögjön már be. Egy női hallgatónk. Juli, gyere addig, amíg nincs hallgató. Gyere, mondd már el. Gyere egy picit, Juli. Hova mentél már? Hova sétáltál megint erőből? Gyere, csücs, ez látod, mikrofon is meg. Gyere, figyeled, hogy jár egy pasi? Van olyan, hogy szexi férfi járás? Ilyen van, hogy egy férfi szexi megy? Persze. Kihúzza magát. Nem, most te hallgatod, megszólalás. De nem, figyelj, várjál, most megmutatom, amikor én megyek, és milyen az, amikor én kihúzom magam. Én általában így megyek. Hát ez nem túl. Igen? Igen. Ez, igen, és... Egyébként, ugye, hogy van? Ugye, hogy van? De te, ha sétálsz, megnézed, hogy megy egy pasi? Tehát mit, van olyan egy szexi férfi járás, vagy nem az a szexi egy de férfi? De az tényleg odafigyel magára. Szerintem, tehát, mert minden, általában minden embernek megvan a sajátos maga, a maga sajátos mozgása. De ha egy férfi tényleg odafigyel, és kihúzza a hátát, és felemeli a fejét, akkor attól Liszára popsi is. Mondjuk ő velem szemben a babakot simál, és én tolom a gyereket az utcán, én elütöm. Tehát nekem elütöm, biztos, hogy figyelj, akkor most vagy te térsz ki, vagy én. De egy babakocsival megyek, vagy a Viki babakocsival megy, és jön egy ilyen félbolond, aki a fonalon való járás tanítja a Váci utcában. Hát a Berki Krisztián azért ő például elég szépen tud járni. Azt nem figyeltem, hogy a Berki, hogy... A tornász. Így van. Na hát azért nem. Jó, most azt hittem a monstrum. Őt még nem láttam, de a Berki Krisztián, amikor itt volt... De most szexi, tényleg szexi? Egy pali, ahogy megy? Igen, tud szexin járni, igen. Egy férfi is tud szexin járni. És akkor rögtön lecsúszol a popperra, megnézed, hogy az hogy mozog? A feneke? Hát meg. Látod? De ahhoz olyan cuccok is kellenek, nem? Amik ezt kihangsúlyozzák. Tehát, hogyha egy kicsit slamposan vagy felöltözkedve, akkor a járás nem jön elő. Dehogy nem. Hát hogy ne jönne már elő? Hát én is tudok slamposan járni, és ki tudom magam húzni. Hát ahhoz nem kell felöltözzek úgy, hogy... Na most csak mondom, hogy ennek a srácok egyébként hatalmas hombár alteste volt. Kicsit kenta volt. Picit, és felvett hozzá egy olyan, hogy hívják, ott egy olyan kis bőrkabátot, ami a derekáig ért, és teljesen szabadon hagyta a fenekét. Na most őt hátulról nézni, ahogy járt, hát ő minden volt, csak nem szexi. Én szoktam nézni a pasik popsiját, hogyha ha szép a járása egyébként, akkor utána is fordulok. Tehát én megnézem egy férfinek a fenekét, de szerintem ebben nincsen semmi gond, de egy és fasis, mit jelentesz? Hogy azt mondtam, hey, igen. Nem, egy férfi is tud szexi járni, persze. Úgyhogy szerintem érdemes lenne beiratkoznotok. Én divat tanácsadó vagyok, ott kezdem, hogy nem egy műbőr kabát van rajtam a koptatott farmerot, tényleg az isztambuli bazárból. És 30 ezerért csak járni tanít, vagy van még egyébként én más? Én annyit akarom elküldeni, de van egy tanfolyamra járni tanulni. Tudjátok nagyon jól, hogy én vagyok az, aki a legjobban írtózom az ilyen bolondoktól. De pont ezért szeretnélek egy kicsit kimozgatni ebből a nagyon-nagyon-nagyon minden nap kicsit ugyanolyan sematikus világodból, mármint abból a szempontból, hogy nem mész bele az ilyen szituációkba, mert én félek, hogy túl jól megérteném magam vele. Figyelj. De neked kell erre elmenni. Szóval, de hogy van még valami más program is? Nem néztem át. Napos a 75 ezeres, nehogy más van csajozás, van járás, van társas érintkezés, van kommunikáció, van szex, tehát hogy mit csinálj vele mondjuk az első randi után, tehát gondolom a tanfolyam az a sokrétű. Küldjük el akkor a Lacit. Aha, nem rossz. Valakit küldjünk. Zsül. A Jani a legjobb, Jani. De hívjuk tényleg. Be, tanítson itt minket. Hát akkor hívjuk be, megkeressem, előkerítsem a telefonszámát. Hogy? Hát jöjjön be akkor, és tanítson. Ki nem? Hát az a tréner ide. Jöjjön azt be ide, Jani, és itt hogy tanítson. Ő nem megy, a trénert hívjuk be. Jó, hívjuk meg. Jöjjön be. Akkor mondjon még hasznos tanácsokat, csajozásról érintkezett, hívjuk föl. Jó? Megvan a honlapja egyébként, hívjuk meg. Simán. Érted. Itt a folyosón én gyakorolok vele, nagyon szívesen. Attól félek, hogy elmennék, biztos, hogy az lenne, hogy ilyenekkel jön elő, hogy ha most valami olyan helyen lennék, ahol nincsen senki rajtunk kívül, akkor az egy mesterséges szituáció, neked olyan helyen kell gyakorolni,
gyakorolnod, ahol rengeteg ember van, hiszen ez egyfajta kommunikáció. És majd ott fogok vele masírozgatni a Váci utcában föl le, miközben idegesz, te ez nem a Vadolyi Jani? Mit csinál? Ez megint hülye csinál magából. Ahogy jár ez a szerencsét. Ennek minden mindegy. De nem baj, annával majd kiállunk, és majd pontozzuk, és megmondjuk, hogy volt-e előtte, meg utána. Tehát, hogy van-e látható lettél. Különbség. Igen. Itt van Hajni, hello Hajni, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello. Na, tehát hallgattam ezt a műsort, itt most, amit te beszéltetek erről az idiótáról, már volt. De nem biztos. Figyelj, sosem, én azt mondom, hogy sosem ő az, hanem aki elmegy, tehát ő felmérte, hogy van egy ilyen hely, és erre férfiak elmennek, és kifizetnek 30 ezer forintot, hát akkor az a hülye, aki elmegy. Ebben igazad van. De most, ahogy leírtátok, hogy ez a fickó hogy néz ki, tehát egy férfinek, nem kell megtanulnia, hogy vonal, meg nem vonal, hanem hogyha... Fonaljárás. De az önbizalma az, amitől szexi lesz a járása, és az az ember, aki önmagában hisz, annak olyan a fellépése, az úgy lép be egy terembe, úgy lép ki az utcára, és főleg nem lök fel senkit, tehát az se szexi, ne haragudj, tehát fölöbdös utcán embereket, az is egy idióta. A legnagyobb duma, hogyha jön babakocsi, tolókocsi, ne térj ki. Igen. Hát ezt én nem hiszem már. A fickónak, hogy ilyen már volt, tehát egyszer már volt, aki azt mondta, hogy kelj fel és járj. Tehát azért ez a plagizálás annyira nem divatos. Mindegy, tehát mindenki legyen olyan, amilyen önmaga, higgyen önmagában, és akkor egyszer a szexuális kisugárzása is meg lesz. Tehát nekünk, nőknek az a szexi. De azzal nem mond rosszat, hogy van szexis férfijárás, tehát azzal nem mond rosszat nektek, nőknek, hogy van szexis férfijárás, tehát tud szexi menni egy pali. Hát erről nekem egy kicsit más eszembe lett, amikor egy férfi így próbálja meg kihangsúlyozni a szexualitását, az nekem már olyan, mint hogy a kisujját is feltartaná. Én néztem ezt a videót, azonnali beutaló az ortopédiára, tehát azonnal. Tehát brutális lúdtap, iszonyat lúdtap, de brutál lúdtap, azonnal ortopédia, egyhetes kezelés, mindenféle talbetét felírása, onnan indulunk, nem? Tehát nem járástan folyam férfiaknak, hanem ortopédia. Úgy sétál, nem, a férfinak az önbizalmát kell nevelni, tehát hogyha ilyen tanfolyamra el tud menni, hogy ahol kap egyfajta, ezt sem lehet tanfolyamon tanulni. Tehát egyszerre higgyen magába, és akkor az látszik. Tehát nekünk nőknek az a szexi, a férfinek olyan a fellépése. Ha elkezd kacsázni, vagy nem kacsázni, vagy ilyen erőltetetten kimódoltan menni, az nem szexi lesz, hanem inkább ilyen lávparádos felvonulás. Tehát, hogy így fújna. Nem, undorító. Szerintem egyszer, de olyan, hogyha elmegy azért azt érzem. Én ezzel rajta leszek. Hajni, köszi, ciao, vigyázz magadra. Sziasztok, hello. Kérlek szépen, egyébként el se kell menned, mert például a szexuális kommunikációt 9500-ért kapod meg DVD-n tőle. Várjál, karizmád magas fokon, hogyan alakíts ki a szagod bárkivel 5009? Hogyan alakíts ki a szagod? A tökéletes randi 19500. Jani, sírva kérlek. Én akkor legalább nézd meg a DVD-t, ha megrendelem. Szállj rá annyit, hogy megrendelek neked egy DVD-t. Na jó, azt megnézem. Éjszakai ismerkedés, haladó technikák. Mit csinálsz, apa? Semmit! Van egy hallgatónk, aki ismeri a munkásságát. Szofi, hello Szofi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Te követed a pályáját ennek a srácnak? Hát képzeld el, igen, mert hogy néha annyira fáradt vagyok, hogy így péntek esténként így egyszerűen könnyesre röhögöd a szemed, hogyha elmegnézed a videóját, vagy egyszerűen olvasod a honlapját, úgyhogy egyrészt javaslom, hogy nézzétek meg, másrészt pedig léci, állítsátok meg ezt a fickót. Dehogy is, az ilyen emberektől színes a világ, dehogy is. Képzeld el, mindenki ugyanúgy gondolkodna, ugyanúgy élne, ugyanúgy létezne, milyen baromi unalmas világ lenne. De nézzétek meg, így Siófok környékén pörög nagyon, nyilván ez is már sokat elmond így róla, de hogy vannak emberek, akik befizetik a pénzt, oda mennek, és ahogy te is mondod, stílus tanácsot ad úgy, ahogy ő kinéz, ő tanítja a szexualitást, hova tart a világ, meg fog érni a pusztulásra, higgyétek. Nem, én őt akarom műsorban. Én vele szeretnék beszélni, hogy ő mit tanít a szexualitásról, abszolút. Tehát, hogy igen, csak én is hasonló területen dolgozom, egy nagyon picit, mint ő, meg a barátnőm is, és egyszerűen persze üde színfoltja így a szakmának, ezt nem mondom, de hány embert vezet meg, és így hova vezeti őket? Hát nem meg lehet, tudod? Azért ő vezet meg, vagy aki hisz neki, és elmegy, és elhiszi, hogy van fonaljárás, és ne tér ki, ha jön a babakocsi. Tehát, hogyha erre le lehet gombolni emberekről 30 ezer forintot, hogyha a tolókocsi, babakocsi ne tér ki, menj egyenesen, te mint fonaljáró, ezzel a járással, hát akkor nem biztos, hogy ő a hibás. Nem? Ebben igazad van, de egyébként ezt a videót én is láttam, és egyébként kommenteltünk is ott a posztok alatt, hogy normális ez az ember. Tehát, amit ti is mondtok, hogy lökjünk fel egy babakocsit, mert annyira határozottan tudunk járni. Megyünk,
menjünk, értem, nem. Figyelj, és tanfolyamon oktat, szerintem igen, nyilván nem azon nevetek, hogy lökjünk föl egy babakocsi, de hogy ezt elmondhatja, és ennek ellenére elmennek, ne térj ki, ha jön a babakocsi. Én azt mondtátok, hogy meghívjátok, én annyira szeretném, hogyha föltenétek pár olyan kérdést, amire ti is tudjátok, hogy nem fog tudni válaszolni, nyugodtan kérdezzétek meg, hogy milyen jogon meri ezt tanítani. Ezt többen föltettük már a Facebook oldalán kérdésként, és hihetetlen együgyű válaszok érkeznek. És mit mond? Szerintem ő se tudja, hogy hol, tehát nyilván nincs végzettsége, úgyhogy nagyon kikerül, de ha elolvashatok a bibliográfiáját, a biográfiáját, akkor olvashatok ilyeneket, hogy 2014 kitaláltam a módszert. 2014 március leírtam a módszert. A fonaljárás? Hát bármit. Jó, tehát olvassátok el mindenképpen a pályamunkáját, mert... Hát nem, hogy elolvassuk, hát fölhívjuk. Hát holnapra előkerítjük, szerintem. És holnap... még annyi kérdésem, hogy nem tudlak titeket mindig hallgatni, de a Facebookon írjátok meg, hogy ezt a pasit meghívjátok vendégségre. Lehet, meghívjuk a Siófokon, fölhívjuk holnap 9 után. Lehet. Holnap 9 után megpróbáljuk, 8-tól Gáborunk van, 9 után megpróbáljuk előkeríteni. Jó, én azért továbbra is azt kérem tőletek, hogy állítsátok meg. Jó, de te azért perverz vagy, mert figyeled a pályáját közben. Tehát állítsuk meg, de te még be is kommentelsz azért két közben. Két órán keresztül, talán a barátnőm, a két órán keresztül olvastuk az összes jegyzetet, amit írt, és könnyeztünk a nevetéstől, nincs nála jobb. Hát akkor nem szabad megállítani. Hát pont igen, azért, csak ő komolyan gondolja. Ő azt, hogy komolyan gondolja, meg fölmész, szerez neked kellemes 5 percet, nevetsz egyet, és kicsit szebb a saját világod is. Nem szeretnék kellemes 5 percet vele lézni, ne rozd el a napomat. Na de mégis figyeled, mégis olvasod, mégis rögsz rajta, nem? Ha ez a küldetése, akkor viszont a helyén van. Ez szerintem abszolút. Köszi, hogy elmondtad. Holnap 9 után hallgass minket, jó? Oké, okay, köszi, ciao. Hello. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Tegnap találtunk az interneten egy fiatal embert, pontosabban a Subba találta meg, és aztán mi is foglalkoztunk vele. Gyerekek, hát elképesztő, hogy emberek... Mire vetem, ennek tanfolyamot tart ő egyébként, és mindig azt mondom, hogy sosem az a baj, ha valaki ilyen tanfolyamot tart, 30-50 ezer forintért, ha valaki hisz neki és elmegy, szerintem ott van a nagyobb probléma. Ő ugye bemutatta tegnap interneten keresztül, mi belehallgatunk a fonaljárást, ami azóta már egyfajta fogalom lett a Morning Show hallgatók között, mert hogy megmutatja, hogy hogy kell egy pasinak úgy menni, hogy csajozni tudjon, ne térjen ki semmi elől, és ha te megtanulod az ő fonaljárását, akkor te önbizalommal töltve tudsz majd csajozni, és minden nő zabálni fog téged. Bemutatja ez az ember, aki egyébként tanfolyamot is tart, és utána néztünk, a honlapján még rengeteg mindent csinál. A videó zseniális. Az is, és ugyanezt haza is tudod vinni, tehát az még külön szép benne, hogy akár ilyen teljes tanfolyami anyagokat is hazavizel. Ez most már, tehát ez a hivatalos neve, hogy fonaljárás, vagy ezt mi találtuk rá ki? Nem, ezt ő mondta, hogy olyan, mintha egy fonalat húznának, ugye? Olyan, mint egy fonalat húznának. Aminek nagyon fontos két eleme még, ugye a pozícióból indítás, illetve az erőből járás. Így van, igen. Hát a Subba is jól fölhúzta magát a videó, mert hát csúnya jelzőkkel illetik ezt a fiatal embert, hogy nem is akarom mondani. Mutatja meg, hogy gyakorold a járást, hát kapott jelzőket. Kapott jelzőket a fiatalember. Maga a videó egyébként tényleg szórakoztató, csak egy picit, hát valaki nem hallotta tegnap. Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat, ahogy te állsz, ülsz egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálást produkálva és úgy elindulni, mindig jobb, mint hogyha így... Vigyázzálást produkálva és úgy elindulni. Uh-huh. Ugye? Hát ez... Vigyázzálásban menni, nagyon szép. Igen, zseniális. Tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne térj ki. És a kedvencünk? Mindig a másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Tehát nagyon fontos, hogy ne térj ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Nem attól, hogy és a híres mondat, figyeltek? Megy, ő már itt megy. Célorientált, tehát célom van, és nem tér ki bármi jön. Lehet tolókocsi, babakocsi, tehát mindegy mi. Adjál nekik, ne sétálgassanak az útvonalodba, ahogy te célra tartasz. Én így szerettem meg, szóval, hogy ennél kevésbé szimpatikusabb mondat nincs. Tehát menjél, Váci utcában mutatja meg egyébként a fiatalember ezt a
a férfi kommunikáció egyik jellegzetes módját a járás, hogy hogy hív föl magadra. Figyelj, ne tér ki, babakocsi. Így van. Lassan, de magabiztosan gázolját a tolókocsikon és a babakocsikon, ha nem térnek ki az utadból. Ne tér ki. Utána pedig próbáld ki ezt a 4-es, 6-os vonalán, és ajánljanám neki, igen, hogy igen, a villamos elől is sem. Figyelj, de maguknak keresik a bajt, nem? Hát nem látják, hogy egy magabiztos férfi közeledik ott? Fonaljárással? A fonaljárás. Na, és utána néztünk, hogy ki ez a, annak, hogy ki ez a fiatal ember, és kiderült, hogy ő egyébként, hát... valószínűleg félkegyelműeknek, de hogy szervez egyébként tanfolyamokat. És én azt mondom, hogy igaza van. Tehát ha erre valaki vevő, akkor tessék ezt eladni a tanfolyam keretein belül. Tessék ezt értékén tenni. Ha erre benevez öt szűz pasi, aki szeretne megtanulni, ismerkedni, akkor, akkor abszolút igaza van. És van pénz visszafizetési garancia, ha úgy? Azt nem tudom. Azt nem tudom. Janit akartuk beiratni tegnap erre a tanfolyamra, igen, és ma reggel kiderült, hogy valójában szükséged lenne rá. Szükségem van, mert ugye konfliktus helyzeteket teremtek saját magam számára azzal, hogy konfliktus kerülő vagyok, igen, és ezért folyamatosan alárendelt helyzetbe kerülök. És nekem igenis szükségem lenne valamire, ami mondjuk egy picit engem ebből a holdpontból kimozdít. Igen, folyamatosan beállnak eléd a sorba, soha nem teszed szóvá. Szerdán hozzáteszem. Tehát hétfőn, kedden és pénteken nincsenek probléma, szerdán és csütörtökön, amikor az emberek egy kicsit morcosabbak, meg tényleg így azt gondolom, hogy egy kicsit így messze van számukra még a hétvég, és nem tudnak ellazulni, akkor mindig azokon gázolnak át, akik ezt nem teszik szóba. Mert látják, hogy össze vagy esve. Hogy nem ül ki a magabiztosságom a járáson. Igen, ugye Jani elmondta, egy csomószor beállnak elé a sorba, bepofátlanak, soha nem teszed szóvá, mindig csak morogsz, nem mondod, nem szólítod meg, hogy ha te is a sorban állsz, elkerüld a konfliktust, hagyod, hogy hülyének nézzenek, és ezért eldöntöttem én már tegnap, hogy én befizetélek hozzá egy tanfolyamra. De előtte megkérdezzük, hogy mégis mit tud még a fonaljáráson kívül. Igen. Tegnap mondtuk, hogy mi őt előkerítjük. Úgyhogy felhívjuk Gábort, azt hiszem Gábornak hívják, és hogy mondjál ezt élőben a fonaljárásról egy kicsit, meg adjon tanácsot neked. Így van, alig várom azt a pillanatot, amikor tényleg hogy félrelökhetem a tolókocsikat, a babakocsikat, és átkázolhatok mindenkin, hogy kifizethessem az újságot. Mi van akkor, ha két fonaljáró találkozik? Hop-hop. Tehát akkor ugye? Mi van? Aha. Tehát, ha jön szembe is egy fonaljáró. Ős robbanás. Születik egy új univerzum. És én megtanultam Gábornál a tanfolyamon, hogy ne térjek ki, mert én fonaljáró. És jön velem szembe egy szintén Gábor tanítvány, egy másik fonaljáró. Akkor a két fonaljáró összeütközik, akkor mi történik? Hát a gyengébb fonaljáró, mert nem lehetnek pont ugyanazon. Tehát a fonaljáró ki szinten, ott érzik a feszkót, érzik közelednek, és az utolsó pillanatban az egyik elrántja a kormány. Tehát valaki kitér, a gyengébb, igen, a gyengébb. Aki korábban végezte a tanfolyamot, az ott marad. Így van, aki már járásban profib. Marad a profi, és a gyengébb kezdő, a gyenge kezdő kitér. Nem, azt tér ki, aki csak a Silver Minire fizetett elő, aki a VIP Minire, az biztos, hogy nem fog kitérni. Na. Itt fönn vagyok a honlapon, látom, hogy mi a helyzet. Nagyon durva dolgok vannak. Egyébként mindjárt megkérdezzük azt az embert, aki tegnap ott elindított ezt a hullámot, úgyhogy egyébként ő erről nem is tud semmit. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, jó reggel. Gábor, szevasz. Jó reggelt a hallgatóknak és az uraknak. Nagyon, nagyon kedves, hogy köszönjük szépen. Hát te nem pesti vagy, ugye Gábor, jól tudom, hogy te valamelyik... Igen, hát Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi. Ha? És közben hívnak, de nem zavartatom magam, igen. Ne, helyes. Hát, hát most ne csinálom, hogy éppen nyilatkozom, ha éppen nagyjá válsz, ne hagyd, hogy most zavarjanak. Ennyire profi. Te tudtad, hogy tegnap ott a fenn vagy a subbán is? Megnéztem, tehát kaptam rengeteg ismerőstől tájékoztatást, SMS-be, illetve e-mailbe, hogy hallgassam, meg stb. Nem értem rá egyébként tegnap, szívesen meghallgattam volna, utólag belehallgattam, egyébként letöltöttem a... Ja, hogy bennünket meghallgattam, mi is beszéltünk róla. Sok a meló? Sok. Sok? Igen. Igen. Na, beszélünk majd erről is. Figyelj, hangosan itt filozofálgatunk, mi van, ha két fonaljáró találkozik? És ez szembe megy egymással. Akkor kitér ki? Hát az, akinek erősebb a magabiztossága. Nem azt tér ki. Az? Tehát ez a fonaljárás, most ez arra céloztok, amikor mondtam a videóban, hogy a fonal az tulajdonképpen a fejed búbjából jön, és akkor hogy ez a fonal, ez kiemelkedik. Igen, ezt mi tegnap óta fonaljárásnak hívjuk, utána szabadon a... Ja, igen. Hogy a fonaljárás, de talán ezt a szót te is említed, igen. Jó, oké. Mi a kérdés? Van-e még kérdés? Hát nem, és most kezdtünk el beszélgetni, Gábor. Hát ne rohanjál, hát várjál. Hát itt érdeklődünk irántad. Mondja, Jani? Látom, ugye, hallom. A videóban elmondod, hogy annyira magabiztosnak kell lenni, hogy adott esetben még egy babakocsi elől se térjünk ki, vagy egy tolókocsi elől, hanem szépen menjünk tovább. És ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy oké, de mi van akkor, hogyha a két
fonaljáró találkozik egymással, szembe jönnek, akkor ki az, aki kitér? Igen, a videóban rosszul vágtuk meg, ugyanis kimaradt az a rész, hogy a babakocsi, tolókocsi után, ha bármi rendőr, ugráló, kötél le menő lány, vagy bárki jön veled szembe traktor, az elől se tér ki, ugyanis gyakran a férfiakban irracionális félelmek vannak, és akkor ezek a félelmek... Az ugráló köteles kislányok? Mondjuk azoktól én is félek, Gábor, megmondom őszintén, az ugráló köteles kislányoktól mindig összetoljon magam, hogy meg... én néha sírok is. Ja, tehát ezek az irracionális félelmek, ezek előjönnek, hogy már pedig túl udvariasnak kell lenni, túl előzékenynek. Először azt tanulja meg a férfi, hogy magabiztos legyen, és akkor utána lehet udvarias, sőt kell is. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy ne térjen ki senki. Hát igen, azért, ha jön az egyes... Sajnálom, hogy csalódást okoztam. Dehogy is, nem, én csak azt mondom, hogy azért, ha jön az egyes villamos, talán tényleg érdemes kitérni. Megnézegettem a honlapodat, van egy csomó minden, ami engem baromira érdekel. Az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel. Ilyeneket találtam én. Ez mit jelent pontosan, hogy szemezünk egy csajjal a villamoson, és közben szemkontaktust tartunk, ha lehet most tőled egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot venni, nem tudom, nyilván ez másoknak fizetős, de ha élhetünk ennyi előjoggal, hogy az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel, az mi a fenét jelent? Egyébként. Hát minden leendő ismeremtől meg fogtam kérdezni előzetesen, hogy mi a motivációja. Tehát ti gondolom sikeres, boldog férfiak vagytok, akiknek a kapcsolata, híresek, és tovább, és itt tovább. Tehát, hogy igazából azoknak van szüksége bármilyen képzésre, akik nem elégedettek. Tehát, hogyha ti elégedettek vagytok, már pedig szerintem elégedettek vagytok a kapcsolatotokban, legalábbis ez a hír járja, lehet, hogy rosszul, tudom. Forgatod a bestet, vagy miért mondod ezt? Járatod a sztori magazin, vagy belénk látsz, lehet. Igen, na mondjad, hogy mi ez az 5 perces szemkontaktus? Bocsánat. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel indult, tehát, hogy hiába beszélünk bármilyen technikáról, vagy bármiről, hogy most mit kell, hogyan kell csinálni, hogyha nem tudom konkrétan, hogy mi a motivációja, mi az, amiért szeretne fejlődni, amiért jobbá válni, vagy szeretne megvalósítani a céljait, akkor nehéz átadni bármilyen tudást. Figyelj, nekem két nagyon fontos dolog van, két fontos problémám valami miatt én évek óta örlődöm. Az egyik az az, hogy azt vettem észre például, hogy a nyári kitelepüléseinken csak azért akarják a lányok, hogy megroncsom őket, mert Sebestyén Balázsral dolgozok együtt. Tehát, hogy ez nem nekem szól. Nem tudja földolgozni ezt. Mert tényleg, tehát, hogy nem az én személyiségem a vonzó számukra, hanem az, hogy a Balázsral dolgozok együtt, illetve, hogy első kézből tudok hozzájutni a Feri receptjeihez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy állandó konfliktus helyzet számomra, hogy nem merek kiállni magamért például egy újságosnál. Vásárolok egy újságot, oda jön valaki, betolakodik elém, én pedig ezt csak így tátott szájjal nézek, egy áldozattípus vagyok. Aha, na ezzel már lehet segíteni, ez már motiváció lehet, igen. Mit csináljon a Jani? Például mindig beáll valaki a sorba, és soha nem szól, hagyja, hogy hülyének nézik. Ezekre vannak speciális gyakorlatok, nagyon-nagyon egyszerű ezeket kijavítani, ezeket a társasági hibáknak nevezett dolgokat. Társasági hiba? Ez a neve, hogy társasági hiba? Ha ezt még nem hallottam. Nevezzük annak most... Társasági hiba. Aha. Közben rengeteg telefonja, úgy látom van hatalma itt a rádiónak. Tehát, hogy tulajdonképpen speciális gyakorlatokat csinálunk. Tehát van egyfajta menete ennek, hogy honnan indulunk. És az a járás gyakorlattal indul? Vagy először jártok, gondolom, nem? Hát a járás az még az tulajdonképpen az egy tévesen kirakott videó, tehát igazából azt csak úgy megcsináltuk. Nekem mi a végzettséged, legyen... Gábor, egyébként? Mit végeztél, vagy mi a végzettséged? Az én végzettségem eredetileg számítógépes programozó, és utána lettem, tehát reklámügynökséget alapítottam Nyíregyházán, és utána pedig mellette elkezdtem trénerként. És mi a hivatalos verziója, amit te csinálsz? Ez micsoda? Ezt hogy hívják? Amit most pillanat? Azt a beszélgetést csak nem erre gondolok, hanem amit te vagy, tehát amit te csinálsz. Csak kérdezem, hogy mi van a névjegykártyádon, tehát minek apostrofálod magad, vagy mi a hivatalos? Hát férfi tréner, vagy társas dinamika specialista. Társas dinamika specialista. Aha. Igen. És kik mennek hozzád egyébként? Hát nagyon vegyes, de alapvetően három részre lehet bontani. Vannak a... Bolondok? A mérnök... számítógép programozók,
jelentős részben ezek a kategóriák, tehát akik ugye a szociális életüktől egy kicsit visszahúzódtak, tehát akik a gép... Sokat ül a gép előtt, és nincs emberi kapcsolata. Nem tud csajozni, nem mer, nem akar, nem megy neki. Mi a másod? Akár, igen. A másik kategória van az a sikeresebb réteg, akik már elértek eredményeket, vállalkozók, ügyvédek. Ez lesz majd a Jani, mert én beíratom hozzá. Ugyanúgy mérnökök, és van egy pici hiba, vagy akár van párkapcsolatuk is, tehát minden negyedik, vagy minden harmadik hallgatónk, vagy tanulónk az egyébként párkapcsolatban van. És hogy szeretnék jobban irányítani, jobb a kapcsolatokat jobban motiválni, a saját életüket, és itt tovább, hát ez nagyon-nagyon szembe. Neked egyébként van csajod? Tudom. Neked van csajod? Persze. Igen, régóta? Most nem régóta. Először? Igen, megtanultam saját hagyomnak. Nem kérdezem, hát ugye azt szokták, hogy aki nem tudja, tanítja. Ezért kérdezem, hogy megy egyébként? Vagy hát te csajozol? Az én karrierem onnan indul, hogyha lehet karriernek. Ez egy 13 évesen, ugye elolvastam Dr. Veres Pálnak, szerintem lehet, hogy ti is ismeritek, hanem is személyesen, ezt a könyvét, és akkor rengeteg ilyen szexuális tanácsnak nevezett, de hát randi tanács, csajozási tanács is volt benne. Na most az annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen 10 évig közöm nem volt a nőkhöz, tehát szó szerint még örültem, hogy már 13-hoz képest, aha, tehát még 10. Ja, mert meg... olyan 22 évesen volt az első csókom, tehát tulajdonképpen nagyon mély szintről indultam, és akkor így kutattam, hogy mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, és akkor igazából az volt a cél, hogy legyek sikeres ember, ugye? És akkor először jó, akkor valósítsuk meg azt, hogy reklámcég. Megcsináltam a reklámcéget, és akkor elkezdtem foglalkozni kommunikációval, utána mellett barátom, tehát ilyen nagy problémáim nem voltak. Tehát 22-23 évesen, aha. Viszont mindig is volt olyan probléma, hogy a vonzóbb nőkkel való kapcsolat, felvétel, vagy tartás, vagy csajozás, ki hogy nevezni, az kimaradt az életemből, így van. És azt elég későn kezdtem el, és akkor elkezdtem belemélyedni ebbe a témába, még mélyebben, rengeteg tréningen, előadáson részt vettem kint Amerikában. Találtam még valamit az oldaladon, ez engem az érdekel. Mi az a domináns tonalitás? Ez micsoda? Tehát, hogy ezt is meg lehet nála tanulni, hogy domináns tonalitás. Ez mit jelent? Vagy ez miért nekem ez teljesen? A tonalitás az a tónus, tehát a hangszínre utal, a domináns az pedig az erőteljesség. De ez mit jelent? Vagy ez hogy kell elképzelni? Hát tulajdonképpen az, hogy valaki erőteljesen, magabiztosan, és egyúttal szeretetteljesen beszél. Tehát, hogyha most valaki túl domináns, az agresszív, ugye az már na túl jó, erős. De mert én egy csaj vagyok, tehát hogy néz ez ki élőben? Tehát állok én a diszkóban, vagy egy nő vagyok. Légy szíves, prezentálj. Aki megmutatod a domináns tonalitást, odalépsz hozzám, hogy nem vagyok egy túl jó nő, mert azt mondtad, hogy az nem annyira. Mert jó nőhöz odalépni, egyébként Gábor, megértem, az nem egy könnyű feladat. Tehát baromi jó nőhöz oda menni, a jó nők mondják a legtöbbször, hogy baromi magányosak, mert a férfiak félnek tőlük. Tehát ez szerintem sok pasi küzd, ez nem egy akkora baj. Domináns tonalitást te megtanulod, vagy te tanítod. Én ott állok nőként, és iszolgattok egy Virgin Mojitot, te odajössz hozzám, mit mondasz? Vagy ez mit jelent? Segíts nekünk. Tehát, hogy mivel megyek vagy oda? Nem, hogy szól, ha te megszólalsz a domináns tonalitás hangján? Hát ezt gyakorolni kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hát mi hangon csak tényleg baromi kíváncsi, én nem tudom, hogy ez mi, a fene se tudja, én nem hallottam, de hát van egy csomó technika, amit az ember Amerikában tudja, hogy ez mi csoda, tehát ez mi az, hogy domináns, igen? Oké, akkor megmutatom a különbséget, nem tudom, hogy lehet közelíteni, hogy nem domináns tonalitáson, meg hogy lehet. Oké, ott vagyok, én azt mondom neked, hello, csak a csajos hangon van mondjuk, igen? Oké, a rossz verzió, hello, meghívhatlak egy italra, talán. Ez a rossz. Aha, ez az is melyik a jó? Én erre azt mondom, hogy a rossz verzióra nem, igaza van Gábornak, erre azt mondjuk, hogy nem. Ez van italom nem és barátom is. Van italom, van barátom. Hogy néz ez ki, amikor domináns tonalitásból jössz? Azt pedig úgy néz ki, hogy hello, szerinted éjjeléknek szebben a fények, vagy nappal? Az, hogy a kérdésem már összezavart, tehát nem tudom a domináns tonalitásra figyelni, mert majdnem lepisíltem a bokámat. Én most nő vagyok, egy Virgin Mojito, és éjjeléknek az a fények. Na. Mert most az van, hogy... Egyébként megleptél. Basszus, megleptél. És mi a válasz? Még azt, ha megtudhatjuk. Basszus, kizökkentettél. Tehát éjjeléknek...
Aha, tehát hogy nálatok a Nyíregyházán nappal se kapcsolják le a közvilágítást. Hát szólunk a polgármesternek, hogy ez nem egy jó, nem egy jó élethelyzet. Pontosan, tehát olyan kérdést kell bevetni először is, ami vitatkozás ösztönöz. Tehát ami lehet így mosolyogni, vitatkozni, és a lányok nagyon szeretnek ebbe belemenni. Mondjuk sokkal jobb, mintha úgy indítottál volna, hogy szerinted Popsiba megcsalás. Tehát én megértem egyébként. Tehát abszolút megértem, hogy ezzel az éjjel égnek-e a fények, vagy nappal kérdéssel, Gábor, te kizökkented. Jó, érdekes, ez tetszik. A különbség lényege az igazából az, hogy magabiztosság, az, hogy erő legyen benne, és szeretet. Tehát, hogy ne úgy közelítsük meg, ne se félénken, se túl agresszíven. Ha, ez a domináns tonalitás. Mm-hmm. Ebből meg lehet élni, Gábor, egyébként, csak kérdezem. Tessék? Meg lehet élni ebből? Tehát jól élsz ebből? Hát, szűken. Mert igazából ez a magyar piac egyelőre nem alkalmas arra, hogy itt a reklámcég vezetőként sokkal többet kerestem. De nem, mint most, hogy mondta, hogy szűz, féltékeny, vagy nem féltékeny, átlásos palik mennek-e hozzá, tehát tudom, látom, hogy egy csomó tanfolyam van. Tehát, hogy... Mondom, ez kis része, tehát kb. 10-20% akik szűzgátlásos. Van ilyen réteg is valóban, igen. Jó, mit csináljon a Jani? Egy utolsó kérdés. Mit csináljon a Jani? Tehát tényleg beállnak elé a sorba? Ma reggel megint elmondta, hogy egy idősebb bácsi beállt elé, elvett egy újságot, nem fizette ki, ott áll. Nehéz ezt így feldolgozni minden szerint. Majdnem elküldték, hogy kisfiam, te inkább iskolába menjél, majdnem odaszóltak Janinak. Hogy... Azért kéne segítened, mert romokban van. Ha léteznek két mondatos tanács, akkor már milliókat keresnék az ügyesség. Tehát dolgozni kéne. Ja, hogy kezded el a felkészítését? Dolgozni, gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tánc. Nem tudom, tanultatok a táncolni. Hogy hiába mondom el, hogy kell ezt a mozdulatot csinálni, attól még nem fogjátok megcsinálni, hanem az gyakorolni az alaplépéssel. Na jó, de akkor az alaplépéssel kezdjük el. A Jánosnak mi legyen az első lecke? Oké, akkor az első lesz. Akkor így végig megyünk egy hónapon keresztül, minden nap szépen. Nem. Ez egy való, te azt hitted, hogy ez egy valós probléma, hogy szegény Jani naponta beállnak elé a sorba. Beállnak elé a sorba. Oké, az első lépés mondjuk legyen az, hogy csak annyit csináljon minden nap ötször, hogy köszön az újságosnak, és utána elköszön anélkül, hogy vett volna bármit, és ez a legelső lépés. De most nem az újságossal van baja, hanem... Most nem az a cél, hogy hülyét csináljak magamból az újságos előtt, hanem hogy ne állnak be elé. Az a baj, Gábor, hogy mindig beállnak a Jani elé. Nem az újságossal, hanem az a aki elé. Mindig beállnak a Gábor elé, vagy mindig beállnak a Jani elé, félrelökik, és azt mondják, hogy kisfiam, te inkább az iskolából legyél, mondják ezt szinte a Janinak, és beállnak elé úgy, hogy kilökik a sorból, mert nem tisztelik, hogy a sorban áll. Most konkrétan hülyét csináltál volna belőlem, ráadásul az újságos lány meglehetősen csinos, oda mennék így állnék ott egy picit, mint egy idióta, és aztán beszélni a hello, és elmenni. Ja, én bírom, Gábor, ez nem rossz. Annyira vészes helyzet, akkor nincs, megnyugodtam. Nincs. Jó, akkor... Hát gondolkodott egy pillanat. Legyen az első blikre, hogy... Dominánsabban lépjen oda a pulthoz például, hogy ne tudja férjenek be elé. Lehet az is, de igazából mondjuk én azt javaslom, most már rájöttem, hogy menjen oda, beszéljen az újságos hölgyel, mondjuk két mondatot, várja meg, míg sorra kerül a következő vásárló, és menjen vissza, őt alakodjon. Na ez a Jani! Ez de jó! Gábor, ez jó! Tényleg. Tehát, hogy ha téged félrelöknek, akkor legyél inkább te az, aki félrelöksz. Igen, de értem. Minden szeretettel, de magabiztosan. Szeretettel, hogy idős nénit, vagy tessék. Tehát közben elborítsuk fel a babakocsit. Aha, a babakocsit és a kerekeszét. Gábor, köszi, érdeklődtünk iránt, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mi van a jelenség mögött. Én a fonaljárásos videódat nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, abszolút. A második verzióban meghívlak, mint modellnek, hogyha szeretnéd. Jó. Beszéljetek még erről. Egyeztessünk. Én látom, Balázson, hogy felcsillant a szeme. Egyeztessünk. Nagy lehetőség ez neki. Még annyit, hogy igazából pont az a videó nagyon jó, hogy ezen jelcelődtetek, mert igazából a férfiaknak azt kéne felvenni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Vállalja fel, aki van. Ez lejön a videóból, igen. Ez lejön, ez erősen lejön azért, igen. Tehát fel kell vállalni, és akkor lehet, hogy nagyon sok nőt vagy embert elveszít, de ugyanakkor néhány az pedig nagyon erős kötődés lehet kialakítani. Gábor, ez egy szép végszó volt. Köszönjük, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao, szevasz. Hello, ciao. Szenzációs SMS-ek. Meg vagyunk a Janival, én azért örülök. Én mindig azt mondom, hogy ettől színes a világ.
Mit kell csinálnod akkor? Hát nekem elébe kell mennem a dolgoknak, nekem kell tolakodni. Igen, de kedvesen, tehát erőből kedvesen. Erőből kedvesen. Tehát nem kell büdös bonyom húzni, nincs milyen mondat. Megfogom két oldal a fülét, és ráhúzom egy hizagerére a homlokát, tehát ez nincs. Ez nincs. Hegedje a megfelelőt, fizess elő egy újságra, Jani. Ez az. Igen. Gyerekek, egy nagyon jó SMS jött. Annyi jött csak. Nyíregyházi vagyok. Sajnálom. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Lehet tolókocsi, babakocsi, tök mindegy mi. Ne térj ki, tehát ne legyél túl kedves.